Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 10 perccel, és itt is vagyunk. Jó reggelt! Hello, Feri! Hello! Hello, Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatóink, hát megjöttünk, itt vagyunk. A hét talán legrosszabb napján, ha lehet így mondani, a félidőnél vagyunk, szerdán. És egy hét múlva ilyenkor már az utolsó napunkat töltjük, és indul a retrónap, mert hogy ugye augusztus 20-a van, ha valaki nem tudná. Jövő egy csütörtökön. És a dátum, az idő minden kegyes volt hozzánk, mert hogy négy napos kis. Jaj, négy napos kis hosszú hétvég előtt állunk egy héttel. Egy hét múlva. És arra gondoltuk, hogy a nyarat meg lezárnánk egy ilyen retro bulival. Illetve te gondoltál rá, mi nem nagyon, de hát aztán megyünk veled. Mi van, rossz a paprika? Aha. Mi? Igen? Igen, az a baj, hogy elkövettem azt a hibát, hogy folpakba tekertem be tegnap, és akkor egy picit így átnedvesedik, vagy nem is tudom, minek hívják ezt szakszól élve. Hát nem lett jobb, akkor aha, mondjuk így. És kinyíthagytad a nap? Nem, benhagytam a hűt. Nektek is ékesedik a hűtőtök? Ilyenkor igen, dolgozik nagyon, mert hátulról ő ugye úgy hűt, egy tudományos magyarázatom van rá, és csak így hallottam a dolgot, hogy a hátul van ez a rács, igen, amin keresztül ő ugye hűti a saját belső terét, és hogy annyira magas a külső hőmérséklet, hogy ő elkezd ellen dolgozni, igen, de nem érzi, hogy belül már nem kéne tovább hűtenie, de kint még adja le a hőt, és túl hűt. De aztán majd ez csökken? Igen. Régi hűtőnk elromlott, jegesedett, mondták, nem lehet megcsinálni. Vettünk egy új hűtőt, 3 nap múlva jeges a házban. Ugyanaz. Aha. Megőrülök. És én úgy utálom, mert ilyen jégízű lesz minden, meg ilyen fura, az elmúlik, ha elmúlik ez a meleg, akkor ez... Hát, elégben igen. De pedig az is ilyen no frost, nem? És leolvasztja saját magát, tehát hogy elvégben nem szabadna jegesednie. Nem szerintem, tudom. Most így láthatlanban mondom, hogy szerintem ti egy elég jó hűtőszekrényt vettetek magatoknak. Hát ez sima, ilyen beépíthető, ilyen standard, tehát nem ez a nagy acélszínű, kétajtós, jégcsinálós, üdítőnyombós, ébresztőórás, egy tök normál. Igen, mamut baby. Egy 150 szervit, 70 széles, 150 magas, és egy tök normál mélyhűtő, kishűtő, ilyen nagyon picike, tehát ilyen kultúrát. Ezek elvégben saját magukat leolvasztják. És brutálisan már jegesedik a hátfal a hűtőnk. Tehát kinyitom szembe a polcot. Akkor veszel egy új hűtőt, mert régi jegesedett, és egy lefon berendezés jegesedik az agyvérzés. Vagy benézted az irányt, a minimum-maximum irányt. És most vegyük le minimumra, nehogy jegesedjen. És lehet, hogy is rátekertetek. És lehet, hogy túltoltuk, igen. Valami echo, meg 9-es, meg 1-es. Tehát az echo az meg az 5-ösön van, az nem tudom, az gondolom, ami energiatakarékos. Eset, ugye nem tudom. De mindegy, akkor nálatok is ékeserik. Na most, jó. Biztos most hördült fel valamelyik ilyen hűtőforgalmazó hallgatónk, és éppen gyorsan abba adja a fogmosást, kiöblíti a szád, és rögtön írja majd az SMS-t, hogy mi a megoldás. Az jó, annál körülök, hát az jó, mert ha ez természetes, hogy ékeserik, az jó, csak hát most veszel egy új hűtőt, és ékeserik, annyira nem örülök. 3 napig meg kell őrizni a csomagolást. De tényleg, és addig mi a kerülgeted? Akkor visszaveszi. Nem, hát ilyen ízébe hozták, ilyen kartonlapba, vagy ilyen dobozba, most ott kerülgetjük, mert sem tudom, kidobjuk, ne dobjuk, hogy mit csináljunk. Szerintem vissza kell venni csomagolás nélkül. Persze, nem? Csak visszaveszik, ha valami baj van. Erről csak annyit, hogy nem régiben, hogy fél évvel ezelőtt vettünk egy a mosógépet, és akkor ott is az volt, hogy áramnak őrizzük meg a csomagolást. Igen, ám, de ők voltak azok, akik kicsomagolták, és üzembe állították mosógépet, akik hozták, és a rommá törtik az összes hungarocelt benne. Természetesen, hogy én vissza akartam valami 3 napon belül, akkor legfeljebb így, hogy hívják össze, lehetett volna egy kicsit puzzlizni a darabokat, és akkor úgy lehetett volna összeállítani, de marhára nem betik. Nem is kérdezték meg, hogy elvigyük a csomagolást? Nem, ott hagyták. Ja, az is korrekt. Egy jó, hogy oda a szakszól éve oda deponálták az ajtó mellé. Deponáljuk most, és akkor az majd magára marad. Nem mindegy. Na most ez egy hűtőcsomagolás, ez nem kicsi, hogy ott kerülgeted a konyhába. Az nem. Hát nem. Kiraktam a kerületet, nincs vele baj, csak nem idegesít, hogy jegesedik. Gondoltam, megkérdezem, hogy ez most természetesen, hogy mit csinálunk valamit rosszul. Milyen volt a sziget? Aj, nagyon jó. Hát döbbenetesen kevesen voltak. Legalábbis a Robis naphoz érezhető képest. Érezhető? Figyelj, hát fél nyolckor volt Quimby nagy színpad, aha, ami tök jó, és akkor azért gondoltam, hogy a külföldi is csak megnéződ ki, az a Quimby, ha már nagy színpados. Nem nézte meg. Tehát egy ilyen szolíd, a Robihoz képest egy negyed ház volt,
a Quimbin, aztán ugye a főzenekarra arra úgy összejöttek az emberek, de mindenütt sokkal kényelmesebben tudtam menni, mindent sokkal egyszerűbben tudtam elérni. Ami viszont vicces volt, hogy odafelé is és kifelé is urizáltunk, taxiautóval mentünk, és mind a két taxis azt mondta, hogy a Robi koncert után hazavitt emberek ből az egyik ember, várj, csak mondom neked, 6 fuvart csinált meg még aznap este, a Robiból vissza. A 6 emberből 5 ember azt mondta, hogy mekkora bunkó, mert a seggét, jaj, bocsánat, a fenekét mutogatta a közönségnek, és bemutatott a közönségnek. Emlékeztek, volt egy ilyen fejvakaros dolog. És a taxis fő volt háborodva, hogy azok, akiket te tegnap boncolgattál, hogy nem igen. szigetére járók, nem sziget, de kimentek. Klasszik szigetesek voltak, igen. Igen, azok nem értették ezt a fiút. Nem értették a fiút, és hogy ők legszívesebben most fölhívnák a Gerendai urat, és visszakérnék a jövőre pénzt. Jövőre ne jöjjön. Jövőre ne jöjjön a Robi, és a másik taxis, aki azt hiszem még 10 embert vitt haza a koncert után, tehát 10 fuvart csinált, abból 8 ember mondta azt, hogy ez kikéri magának, hogy ez egy koncert. Tehát, hogy ugye... Nem értették, akkor magyarok más, nem nagyon, más igen, nem nagyon beszélnek, volt egy kicsit. Nem nagyon beszélnek angolul, ezt tudjuk. Én magam sem vagyok belőle jó, de azért, amit a Robi mondott, azt szerintem meg lehetett érteni úgy körülbelül. Tehát például ez a fenék mutogatás, és én mondtam a taxisnak, hogy figyelj, nekem ez volt a harmadik Robi koncerten, mindegyiken megmutatja a fenék. Persze, a közönségnek. Ráadásul alsógatjában, tehát ez most annyira durva, hogy már barátok közül is csináltam. Nem, tehát ez körülbelül annyira durva, hogy most valaki megmutatja a fenekét színpadon, hogy alsógatjában, hát igen, mondtam én is, hogy ezt... Azért már nem itt tart a rakendról. Igen, nem ugyanúgy kéne értelmezni, plusz ugye neki van egy ilyen mondata, hogy én vagyok Robbie Williams, ez itt az én zenekarom, és a ti feneketek az enyém lesz ma estére. Igen. Ezt mondja a közönségnek. Minden koncerten ezt mondja. De mindegy. Igen, 5 éve ezt a dumát tolja, igen. Ja. És csak... A takker bevisz oda? Van a bevívős takker, az egy hivatalos takker, akkor van egy félhivatalos, ami a hídnál. A hídig visz, onnan is be tudsz menni, és egyébként mindenki hiénázik, tehát különböző ilyen drosztokat próbálnak kialakítani. Mindenki mindennel. Van egy után. Ott van egy másik taxitársaságnak, és van még egy a felüljárónál, a Szentendrei kifelé vezető felüljárónál, ott van egy harmadik, vagy egy negyedik. A bevívős az jó, azt majd én is ki. Az jó, ha igen. Puhatolom, hogy ez melyik, az a legjobb, amikor nem kell átmenni, még a hídon sem bent valahol letesz, és akkor tudsz ja. menni, meg ott szállsz be. Ott szállsz be, igen, hogyha éppen nincs nagyon nagy sor, mert azt mondta ugyanez a taxis bácsi, hogy 1,5 kilométernyi ember várakozott a Robi koncert után. A taxira? A taxira. Atya úr, hát ő próbál, azt mondta, hogy mindenki szolgálatban volt, tehát akinek valaha volt taxis igazolvány, és volt autója, amit még aznap délután sárgára lefújt, akkor az ment. Nagyon sokan dolgoztak, de szerintem, hogy olyan tömeg volt, amit ők még nem láttak. Én tegnap hallottam adatot, hogy 90 ezer ember az volt. Atya Isten, meg éreztem, hogy sokan vannak. Nagyon dura volt. Ja. Nagyon dura volt. De ugyanolyan jó, egy csomó jó dolog van kint. Színházat néztünk tegnap, cirkusz néztünk, olyan cirkuszi előadások vannak, ugye, amit te mindig szoktál mondani, hogy abohóz meg a... De hogy itt most ez azért másról szól. Szóval hátul ott a csúszdás részen, igen, hátul? Hát egy óriás sátor. Akkor van kettő, van a sátras cirkuszos rész, és van egy ilyen grandiózus nagy előadás, amit így el se hiszel, olyan méretű. És ezek meg olyan cirkuszi előadások, inkább színház már, nem is cirkusz, amire ha csak 5 percre megállsz, akkor is olyan jó töltést. Szóval... De milyen grandiózus előadás, mint két buzogányat dobálnak egy nénit, aki forog körbe, és mindig a kés dobáló, hogy eldobja lába közé, oldalra, igen, a feje fölé. A néni rohadt nagy. Pontosan ugyanez. És ettől grandiózus az egész, igen, ilyen rohadt nagy nénit még nem látott a Feri a szigeten. Milyen egy Cirque du Soleil van kint a szigeten? Majdnem egy Cirque du Soleil. Bár az neked az se tetszett. Akkora orra van a bohócnak. A bohóc! Azt még nem láttam kint szigeten. Egyébként cirkuszt. Ilyenek vannak, de jó. Akkor jó hátra keveredtetek, az jó hátul. Mi mindent mindig végignézünk, úgyhogy mindenhol tudod, megszólítanak, hogy nem iszunk-e valamit. Készséggel rendelkezésre állsz. Csak elfogadod, és akkor ilyen. De ma azt hiszem, hogy pihenő napot kell beiktassak, mert kicsit oda vagyok. Igen? Hát azért hosszú ez így, hogy az ember nem alszik napközben se, és akkor éjszaka meg 2 órára bedőlsz az ágyikóba. Ráadásul ma reggel nem indult el a Verdán, most jöhettek. Na! Nekem eshettek. Nem, tudod, dehogy is. Nem bántunk. Az is igaz, hiszen csak a szeretet és a béke. Akkumulátor problémája van. Leálltam a másik autóval, és nem bírtam bebikázni. Na de most mi van? Esett az eső tegnap is beáll? Nem, ráadásul garázsba áll. Mi van akkor,
mert lemerült az aksija. Uh-huh. Mi van akkor, ha nem tudsz bebikázni egy kocsit, akkor tönkre ment? Hát nem biztos, hogy az aksi, tehát lehet, hogy maga a töltésed szállt el, ami az aksit tölti, tehát itt két dolog lehet, vagy az aksira kell rámérni, hogy mennyi még a feszültségben, nem ennyire tartja, mert lehet, hogy egész egyszerűen csak menned kell, mert egy új aksit annyira halott. De ez, szerintem ez nem dinamós már, ez talán generátoros, nem? De ami ez még dinamós, az enyém az olyan régi. Hogy tekerni, van egy ilyen kis plumpedál benne. Nézzék meg a nyílás az elején. Nem talán, a nyílás van, volt. Nyílás van, a kurblit nem találtam, elveszítettem. Ja. Nézzék meg a töltést, de valószínűleg ennyi év után meghalt az aksid. De nem, de mondom, odálltam a másik kocsival mellé. Mennyit álltál mellette? Mit mennyit? Hát rákötöttem a bikakábelt, ment az autó. Igen. Hát akkor neked autó. Tehát nem, ha a töltsed nyugodtan, úgyhogy nem indítasz. Tehát ráteszed a bikakábelt, és itt 15 percet járatod a másik autót. Nem csinálsz semmit, leveszed a tiédről a gyújtást, és ott járatod. És ugye ez ad egy töltést az aksidnak, tehát nem kell egyből ráindítani, mert ez nem fogja beindítani. Hanem 15-20 percig járatod a másik autót, azzal igen, szépen föltöltöd a te aksidat, 60 perc. Feltöltöd a te aksidat, és 15 perc után indítasz rá, mert ha nagyon koppon van az aksid, akkor hiába indítasz rá egyből, az hiába van rajta a bikakábel, nem fogja beindítani. Ilyenkor kell egy 10-15 percig járatni, bőgetni a másik motort, járatni, vagy csak alapjáraton hagyni. Igen. A hozott autót, a te autódat pedig gyújtáson, vagy gyújtás nélkül, tök mindegy. És egy 10-15 perc után próbáld meg újra, és be fog indulni. Na látod, Feri, milyen hasznos, ha valakinek állandóan lerohad az autója? Ezért is rögtön tudja, hogy mit kell csinálni. Ha volt kis polckid, akkor tudod, hogy tudod, hogy kell aksit bikázni, meg mit kell csinálni. Valószínűleg csak annyi, hogy csöcsre ment, és azt egyből nem tudod. Igen, ezt mondani is akartam, Feri, hogy úgy látszik, csöcsre. Járás egy kicsit. Az a baj, hogy egyre ritkábban tudok a szemedbe nézni. Mit csinál? Erőlködik, forgatja a motort, vagy rádod a gyújtást, és elmegy minden is semmi. Aha. Egy sem. Ja, hallgattam a rádiót is, bekapcsoltam, az még ugye ment, az aksi. A rádió. Akkor nem indító, mert az önindítód is lehet, de akkor az aksi. Akkor hagyd rajta 10 percig, és be fog indulni, utána menj el, és egy elektromosnál méres be az aksidat, hogy van-e töltés, és ő megmondja, hogy rottyom van, nincs töltés, generátor, aksi, sima aksit kell belevenned, aztán kész. Én azt hittem, hogy odaállsz, onnan kapja az áramot, és ez kap annyi. Ha nagyon le van merülve, akkor nem elég. Mert akkor kell egy bizonyos töltési szintre eljutni az aksidnak. Akkor nem elég, hogy te csak ott azonnal ráindítod, nem fog beindulni, hidd el. Ez történt, nem indult. Azért mondom, 10 percet adjál magadnak, és így beindul. Most reggel nem volt már 10 percem. Az kell. És akkor utána lámpa nélkül, mire beérsz, addigra már visszatölt annyit az aksiba, hogy ez meg is tartja, mire mondjuk 10-kor elindulsz. Aha. Jó, kösz. Meg is vagy megjegyezted? Helyes. Anna, írd ki a Ferinek, létszik. Hogy mit kell csinálni. Na, mutatjuk a tegnapi adás legjobb pillanatait, egy pici ismétlés erejéig. Tegnap, ugye, hát több témánk is volt, és abból az egyiket most megmutatjuk, méghozzá a vizes világbajnokság kabala figurájáról beszélgettünk. Puliról. Igen. És én nem tudtam, hogy így néz ki. Kobor kutyáról, igen, de megmutatott, hogy néz ki a vizes világbajnokság, a 2017-es vizes világbajnokság kabala figurája, és hát elcsodálkoztunk, próbáltuk értelmezni a látottakat, és ötleteket adni a készítőknek, hogy talán milyen irányba vigyék ezt a nagyon ronda kabala figurát. Tegnap Óga néni a tévébe megmutatta plüss figuraként is, úgy már elviselhetőbb látvány. Ki az Óga néni? Kálmán Olga. Ezzel foglalkozott ő is? Na, így hát van. Ezzel foglalkoztunk. Utánunk csak ez. Így van, mi is tegnap reggel, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na, hát itt vagyunk, 2:00 pontosan, 19:30. És ugye a vizes világbajnokságról beszélgettünk. Érdemes ezt a kabala figurát megnézni. Hát aki nem látta, az egy csoda. Egy csoda. A döbbenettől nem tud szóhoz jutni. Hogy van marketingesük vajon? Vagy van, aki ez egy team, vagy egy ember így ezt kitalálta? Tegnap BK-val beszélgettem erről, hogy mi lehet a menete egy ilyen dolognak. Tehát azt mondja a gyárfás, hogy gyerekek, megcsípjük, de kell egy kabala állat. És akkor ő maga rajzol egy valamit. Igen. Vagy erre így... Nem, hát erre gondolom fölkérnek igen? Valakit, hogy valaki rajzolja meg, persze. Igen. Hát gondolom nem a gyárfás rajzolja. De erre otthon. Erre van a gyárfás grafikai stúdió. Vagy ezért pénzt kapott-e valaki? Hát. Ugye? Igazából. Igen, nem lett túl jó. Na jól van. Oké, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy hát ha van közlekedési hírünk, mit írnak? Zárlatos az aksi, akkor nagyon vigyázzál, de az ki fog derülni a bikázásnál, csak nehogy a másik aksit is tönkre tegye. De egyébként nem fogja. Önindítót írnak még, de szerintem ez nem az. Meg kell. Elmondott holnap, hogy mi volt. Jó, szerintem csak simán lemerült az aksit. 4-5 között nagyon hangos volt a sziget Újpesten. Andi küldte nekünk, köszönjük szépen. 4-es út 171-es kilométerénél két autó a zárokban. Kovi Imi küldte nekünk, köszi. Na, hogy állunk játékkal? 2-0. Nem túl jól. Most a közönség vezet 2-0.
a zenekarral szemben. Ez nem túl jó. De hát figyelj, az évet gyakorlatilag vittük. Tehát mutattak akármit. Ugye 20-valahány nyert hét van mögöttünk, ez most egy kicsit ilyen lazább, pihenősebb hét. Lazit adunk. De Jani ma hoz egy jó pontot, és akkor meg. Persze, rám számítasz. Itt vagyok. Mennyi. Na hát akkor jelentkezzetek játékra, jó? Mi meghallgatjuk Ákost, aztán jövünk a hírek után. Tíz perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó kis Chromeo után? Egy Chromeo? Ezzel fekszem, ezzel picit kellek. Egy jó Chromeo. Ilyen Ghostbusters-es volt, nem? Igen, kicsit ilyen Ghostbusters-es volt egyébként tényleg. Imádom, hogy szépen így finoman beépítgetnek mindenféle klasszikusokat a magutájukban. Nyilván fizetnek utána a jogdíjra. Persze, persze. Azt mondja, egyszer bejött, akkor miért ne jönne be még egyszer? És látod, játsszuk? Játsszuk. Ennyi. Játsszuk, így van. Na, azt mondja, hogy Kálmán Olga új nevet adott a Kabala dögnek. Ez a Randa. Azt mondta, hogy Randa? Hát igen. Randa, nagyon jó. Cegléden az M3-asnál 420-as kilométernél trafi. Hát, nincs, összesen nincs 420 kilométer. 420-as, de jó lenne. Lehet, hogy 42-t akar, csak elütötte, nem tudom. Lőrincén az M1-es bekötőjénél mérnek, vigyázzatok, ezt Töki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint azt mondja, hogy M3-as bekötő, Ceglédi M3-as bekötő, Kékő utcai szakaszán több helyen is újfajta trafipaxokat szereltek föl. Mindenki vigyázzon. Ha. Baj van az applikációnkkal? Hát valaki azt írja, igen, hogy egy kicsit mondhatni, lassú. Mondhatni. Nincs baj, a meleget nem bírja az applikáció. Aha, rá kéne frissíteni kicsit, vagy fejleszteni, vagy valamit kéne vele csinálni? Hát igen, igen, egy frissítést, esetleg fejlesztést, vegyem meg. Na majd akkor szólunk az illetékeseknek, hogy csináljanak valamit. Játszunk, jó? Itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, srácok. Szia. Hello. Azt nézem, hogy... Sanyi? Émi Debrecen. Émi. Ja, igen, még lehet kövénem. Émi kép Debrecenből, hello. Hello, sziasztok. Mit csinálsz? Most pont bejöttem dolgozni. Mint? Micsoda? Autóiparban dolgozunk, családi vállalkozás, karosszélakatos autófényezés. Úgyhogy... Aksihoz nem értesz. Mennyi fényeztek egy elemet? Hát, 25 ezer forint, kb. 25-30, attól függ, hogy mekkora elem, törve volt, nem volt törve, úgyhogy változó. Úgyhogy sima műanyag lökhárító. Hát ilyen 25-30 körül. Attól függ, hogy most metálfény, gyöngyhátszínű, hogy... Aha, úgyhogy... csak kíváncsiságból. Csak kíváncsiságból kérdeztem. Kivel játszanál? Ferivel. Miért? Ó, hát, nagyon jó. Én mi? Hát, tegnap nyert, most megnyerem a hallgatóknak a hetet. Úgy döntöttem. De ez a beszéd. Menő. Így kell ezt. Ennek így kell neki állni. Egyébként erre minden esélyed megvan, hogy 2-0 vezettek. Na, itt van. Ja, van éppen. Ja, majd nem kimondtam. Még kimondhatod. Indulhatunk? Jani, igen. Igen. Jani? Tito van fejed. Melyik a kedvenc színed, amit szeretsz fújni? Piros. Pirosat? De kérdezhetek én felé? Akarsz? Akarok, persze. Tudod, hogy most hol van Európában a hőlégbalon verseny? Hőlégbalon? Így van. Fogalmam nincs. Akkor elmondom, jó? Nálatok? Hajdaszoboszlón. Aha. Jártál már erre? Balonozol? Volt már, amikor ültem rajta, igen. Ott a végén, köszönjük szépen. Ez szép volt felé! Hajdúszoboszlói balon. Egyébként voltam ott már. Hajdúszoboszlói balonverseny. Ott lehet irányítani, hogy te merre mész, hogy amerre a szél visz? Általában amerre a szél, igen. Amerre a szél, tehát lefelé, fölfelé tudod irányítani, hanem a balra, jobbra, ott amerre vissza. És akkor hívod a haverokat, hogy felszálltunk Hajdúszoboszlói, Poroszló. Ja nem, Debrecen. Igen, nem jó. Sűrű. Mindjárt otthon vagyok, anya. Ja nem. Most már kicsit, holnap, hétvégén. Sanyikám. Imi. Imikém, pláne Imikém. Még nem ittam meg a kávémat. Imikém, mi volt ez a kedvenc dolgodról? Kezdtél beszélni? Aha. Nem, csak most pont itt vannak fölöttünk a hőlégbalonok, már felszálltak, és mondom, arról akartam beszélni.
Na, látod, látod. Igen. Egyik kedves hallgatók írta egy-két héttel ezelőtt, hogy az autópálya fölött léggömböket lát. És ezt nem hittük el neki, és elküldte a fotót. Hőlégbalonok voltak. Na, az is jó. Köszi a játékot, nincs elmény csomag. Köszönöm, hogy nem lettem, köszi. Hello, hello, hello. Hát akkor még kapaszkodunk. Bizony, 2-1, még hozzuk vissza a hetet magunkat. Még próbálkozunk küzdeni, hát ha meg tudjuk ezt fordítani, igen. Cegléden az M3-as, 4-es és az M5-ös között van, a 4-es út kb. 70 kilométerénél. Ez a kis valami, ami ott van. Aztán, ha azt nézem, Lovasberény és Fehérvár között baleset van, figyeljen mindenki. Valamint 61-es út, Pincehelynél szintén baleset van, a kanyarban leborult egy kamionról, de mi a bodza? A bodza leborult egy kamionról. Mi az, hogy a bodza? Bodzát hisz a kamion, azt kétlen. Uh-huh. Kis Tuning küldte nekünk. Már mindenki valahogy olyan különlegesen fogalmazza meg a közlekedés híreit. Egyáltalán nem értem egyébként. Na, 2-1? Igen. 2-1, visszahoztam most a sírból egy picit szerintem a reményt a felé. Úgyhogy, de hát hoznunk kell a kötelezőt. Nem hibázhatunk. Akkor holnap te játszol? Holnap behúzod. Játszani. Nem akarnak velem játszani. Hát nyilván. Te lagatja. Érzik, hogy mennyire veszélyes vagy. Érzik, hogy ma reggel is vért ittál, és mondták, hogy nem. Ez a kis pitbull, ez biztos herére megy. Mint a fajtás. Rákapaszkodik, és onnantól kezdve vége. Igen. Mi újság Zsuzsáiknál? Csinos Zsuzsa ma reggel? Hát a Robinál csinosabb, de hát az ugye nálam jó, hát. A buxus hátul is csinosabb. Igen, tehát Robinál nem lesz csinosabb. Na, csak nem láttam ma még Zsuzsát, egy kicsit aggódom, hogy ki fogja nekünk földobni a reggelünket. Ó, jaj! Ő nem Zsuzsa, vagy pedig sokat romlott az állapota. Igen, ő nem Zsuzsa. Na jó, van. Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket. Nektek, ha van közlekedés, küldjétek már, elég szíves nekünk, hogy mi is tudjunk segíteni az úton állóknak és azoknak, akik közlekednek, jó? Úgyhogy jönnek a hírek, 4 perc van pontosan 7 óra, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 7 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Még mindig tart a kánikula, és hát nem is tudom, hogy lesz-e javulás. Egyelőre vasárnapig biztos, hogy nem, hétfőtől mondanak valami kis enyhülés, gyerekek, ez kemény. Erős lesz. Ez erős. Erős lesz. Hát erős. Hogy egyiket Ákos is mondta a hírekben, már korán reggel, hogy gyakorlatilag minden idők leghosszabb ideje óta tartó hőségriadója van most jelenleg is érvényben. Úgyhogy megint megdőlt egy rekord. De évről évre egyébként. Tehát, hogy akár tetszik, akár nem. Azért ez látszik, hogy ez a környezetváltozás ez bekövetkezett, illetve folyamatosan benne vagyunk. És a tavalyi év, amikor nem volt nyár, vagy nem volt ennyire nyár, akkor ezt mondtuk, hogy na, a környezetváltozás most ezt hozta, ugye esik? Mert még ez nekem olyan érdekes dolog, hogy van egy hét meleg, vagy 2 hét, akkor mindenki vészharangot kongat, hogy na, akkor felmelegedés, és izé. Tavaly meg, amikor nem volt jó idő nyáron, emlékeztek, egy kicsit ilyen szutykos volt, esett az eső, akkor érdekes módon, akkor senki nem mondta, hogy felmelegedés. Hát vitatkoznék veled, de nincs mi vitatkozni, mert hogy itt konkrét értékekről van szó, így van, egyrészt nincs kedvem rohadtul. Na, jó, állat vagyok, nem itt a még kávé. Így van, még kell benyomlom egy ízét, egy feszét, hogy DJ Antoine. Az jövő egyszerben a másik meg az, hogy itt konkrét mért értékekről van szó. Tehát, hogy amikor azt látod, hogy hétről hétre, hónapról hónapra megdőlnek a hőmérsékleti csúcsok, akkor azért nagyon nincs miről beszélni. Abszolút. Jó, csak mondom, volt egy rossz nyarunk, akkor meg egy senki nem hozta. Akkor meg hiányzott egy évszak. Tehát akkor meg abból lehetett következtetni rá. És a viharok azért ott voltak. Akkor is, tavaly is, idén is már. Nézzétek, aki hisz a klímaváltozásban, az mindig mindenről erre következtet. Aki nem hisz benne, és azt mondja, hogy egyébként ez, ugye egy két komoly nézet ütközik, és tudósok vitatkoznak. Ez az egyik, ők, vagy az egyik csapat azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy klímaváltozás. Ez az emberiség nélkül is ugyanúgy megtörténne. Tehát nem mi tehetünk róla. A másik meg azt mondja, hogy persze, hát mi tehetünk arról, és okai vagyunk a klímaváltozásnak, és hogy ezekről a jelenségekről az emberiség tehet. Na most... Akkor most kinek higgyen? Kinek van igaz? Hát benne vagyunk vastagon. Benne vagyunk vastagon, de... Miért adataink például, amiszen 150 év
évvel ezelőttről vannak. Hát azért... Hát vagy még régebbről, tehát hogy azért vannak olyan technikák, meg olyan módszerek, amivel azért lehet kinyerni információkat például az antarktiszi jégből, és ezek nem 150 évvel ezelőtti információk. Aha, és abban mi van, hogy sose volt még 40 fok a Földön? Nincsenek ilyen, mert én úgy emlékszem, hogy vannak ilyen változók, hogy egyszer csak hidegebb van, aztán jön föl a hőmérséklet, lehet, hogy most egy olyan... A jégnek a sűrűségében például tudnak következtetni arra, hogy ott volt a felmelegedés, volt a leülés, hogy látják a különböző tendenciákat, amik évtizedeként, évszázadonként változnak, stb. Tehát, hogy azért vannak itt egészen konkrét adatok. Meg egyébként, hogyha azt nézed, érted, hogy a saját életünkben, tehát, hogy így, amiről beszéltünk mi is, hogy tűnnek el így évszakok, így hirtelen egyik pillanatról a másikra, egyik évszakból átfordulunk úgy a másikból, hogy nincsen átmenet, hogy nincsen jóformán tavasz, hogy nincsen telünk. Na most várjál, most már se tavasz, se tél, se, csak a nyár. Csak anyád? Csak anyád, ki? Az enyém? Most verekszünk, vagy vitatkozunk? Á, nem, hát tudod, hogy egy oldalú lenne. Fene se tudja, gyerekek, én nem tudom. Én nem tudom, kinek higgyek. Leonardo DiCaprio-nak higgyek, vagy ne higgyek Leonardo DiCaprio-nak. Most akkor mi van? Szerintem higgyen neki. Igen? Aha. Hogy jön ide most a Caprio? Mert hogy ő is a klímaváltozás mellett foglal állást, tehát hogy azt mondja, hogy a kell a dologra figyelni, és hogy változtassunk a dolgokon. Mit tudunk? Miről? Mit tudunk mi tenni? Nem nagyon keveset. Például olyan parfümöt, ami ugye gázzal működik, amikor hűtőt veszel, akkor olyat veszel, ami energiát takarékos. De igazából, szóval, hogy az... Eladod a 3005-ös autódat. 3-6-os. Ja, bocs. Dízel. 3-5 hülye, vagy 3-5-ös, hogy senki nevet. 3-6. Persze tudunk tenni, de hát azért itt az Amerikai Egyesült Államok, Kína, szóval, hogy én persze megvehetem a kis tiftemet, átállok, hogy ne az aeroszolos nyomjam, hanem kenegessem magam mindenféle cucca, meg gyűjtem szelektíven a hulladékot, ez fontos persze. De hát ha itt azért a nagyok nem változtatnak, meg a gondolkodás hát akarnak. Nem, most pont nincs változás, akkor én aztán államokban ugye a választások előtt vagyunk. Fürödhetek röviden, meg gyűjthetem szelektíven a hulladékot azért a Kínában, ott kicsit meglöknek minket balról, meg jobbról. Persze, de ha meg nem teszem meg, tehát hogy szerintem a másikra mutogatás, meg a felelősségnek a másikra átterhelése, az szerintem az nem egy jó álláspont. Tehát, hogy az embernek a saját szintjén is, a saját háztartásában, a saját családjában, a saját kis mikrokörnyezetében szerintem meg kell ilyen mindent. Tehát nem az, hogy majd, hogyha ők is, majd, ha az Obamáék, majd, hogyha a Putyinék, de egyébként az Obamáról visszatérve, ő most konkrétan... Ő már nem fürdik egy éve. Neki már könnyű, már leköszönni, érted, most már mond bármit, hogy írjuk alá, meg nem tudom, mit írjunk alá, meg mennyivel azért csökkentsük. Azért annak van felelőssége, hogyha az Egyesült Államok regnáló elnöke mond valamit, vagy pedig valamire felhívja a figyelmet, szerintem azért az annak azért még mindig van súlya. Tehát, hogy akár leköszön, akár nem. Gyerekek, meglátjuk, hogy mi lesz. Főleg a saját pártján belül, ugye ez egy álláspont, ami az egész pártnak az álláspontja. Nézzük gyorsan a közlekedés híreiket. Szentendrei befelé beállt baleset miatt Laci küldte nekünk. M5-ös Kistelek, Balázs, Szeged, nagyon rossz a vétel. Valami másik adó bezavar. Mondjátok el, hogy mit hallotok, embereim mennek, intézik a dolgot. Gyula, indulj! Mi szól? Térítenek? Zene megy? Klasszikus? Beszél valaki? Mit csinál? Ma írjátok. Megyünk, intézzük. Azt mondja, hogy M3-as mezőköves, nincs semmi járóba hajtás. Most jöttem végig rajta, ezt Kobold küldte nekünk. Aztán nézzük, hogy mi van még. Almáriban tényleg elszabadultak a cirkuszi zebrák? Dugó van valahol? Kérdezi valaki. Hát nem tudom. Nem tudom, egyelőre nem olvastuk, hogy elszabadultak volna cirkuszi zebrák, de ha elszabadultak, beszélünk róla. Sziasztok, Bali, te utaztál régen BKV-val a határ útról a gyár felé menő busszal? 294 E89-re 94-en, mert a faterom mondta, hogy látott téged anno a buszon. De a büdös életben nem utaztam arra. Gyár felé. Azt se tudja, merre kell indulni, ha gyárra kell menni. De hát az még az úgy megvan. Körülbelül. Az úgy körülbelül megvan, de nincs. Nem utaztam, tehát a faterod nem engem. Nem engem látott. Nézzük még, hogy mit írt, mert Anna is itt villog. Azt mondja, hogy nincs az M3-as Szegvérnél. Hallgató is megírta. Fölhívtam, azt mondta, hogy bocs, és letette. Ez a 420-as kilométer. Ez a 420-as kilométer, M3-as Ceglét. Igen, az 4-es út. Most, hogy mondja a hallgató, hogy le lehet menni Ceglét felé az M3-asról. Csak nem, azt mondta, hogy Cegléden az M3-asnál a 420-as kilométernél trafi. Ez így önmagában már így. Ha én is tudnám értelmezni kora reggel, és nem csak így agyatlanul olvasnám, akkor rájöhetnék, hogy teljes hülyesség a dolog.
Nem tudom, ez valakinek miért jó, hogy elküldi, hogy az M6-os 26-os kilométerénél van egy baleset. És nincs és semmi. Nincs. Mm. Hogy ebben mi a jó, vagy ezt valaki miért csinálja, ezt nem lesz. Miért tartja ezt szórakoztatónak? Beugrasztó SMS. Hát igen. És akkor kormányra csapsz, hogy ez igen, megszik. És ott valaki lassít, mert azt mondja, hogy ott van egy trafi. Vagy lehet, hogy ő ott lakik az M6-os 26-os kilométere mellett, és 140-nél már zavarja a zaj, 130-nál még nem. Uh-huh. Vagy észrevette, hogy ez egyéb témai SMS-ét nem olvassuk be, viszont a közlekedési infokat igen, és most mennybe ment. Még ahhoz nagyon gyengét kell írni, hogy csak a közlekedést olvassuk be. Nem? Nagy hát, egy hallgatót? Hát szegény, ha már álközlekedést kell hírnia, hogy legalább az bekerüljön a műsorba, akkor ott valami nagyon nagy. Hát plusz nagyon betegnek nagyon nagy kell baj lenni. Van. Hogy te annak örülj, hogy jó beolvasták az SMS-emet. Igen. Na, csalásnak minősül, egy érdekes cikket találtunk, és börtön, illetve komoly pénzbüntetés jár továbbiakban azért, ha kiderül egy gyártóról, hogy a műszaki cikkei azért romlanak el idő előtt, mert szándékosan katalizálják az elavulását. Na tessék! Hoppá! És a Boss és a Siemens is azt állítja, hogy a háztartási gépeiket eleve 15 évre tervezik. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy sokszor ezek a háztartási gépek, már nem ezen két gyártótól, hanem általánosságban mondom, hogy silány minőségűek, és nem élik meg az ígért élettartamot, vagyis a 15 évet. Mert aha, hogy ennyi időre kellene tervezni. És azt mondták a franciák, mert hogy ez náluk derült ki, vagy ők hozták ezt a törvényt, hogy ha nem bírja ki, és valóban nem használhatod, és normálisan rendeltetésszerűen 15 évig a háztartási gépeket, akkor az csalásnak is minősülhet. És adják egyébként vissza az árát. És az a minimum, hogy visszaadják az árát. Igen. Na, hát ez egy jó ötlet. Ha belegondolok, akkor mondom, hogy édesanyámnál a Saratov hűtőszekrény, uh-huh, esküszöm, hogy az van, a mai napig üzemel, még az a nagy kilincses Saratov hűtőszekrénye van anyámnak. Az komoly érték. Az komoly érték, az mert 40 éve megy a Saratov, és mondom neked, hogy anyám a mai napig is a rakétaporszívóval, amit 35 évvel ezelőtt hozott megboldogult édesapám Kijevből, a 35 évvel ezelőtt azóta is azzal porszívóz. Az jó. Érted? Tehát van két olyan technikai eszközünk, most ehhez képest jössz te hány évvel ezelőtt vetted a hűtődet, ami elkezdett jegesedni? 4-5 évvel ezelőtt vetted a hűtődet. Nekem van egy olyan főzőlapom, mondjuk nálam elég erős használat van, de nem gondolnám, hogy az nem rendeltetésszerű, hogy napi egyszer főzöl rajta valamit. Ugye azt azért ki kéne bírnia, 3 évet bírt ki a főzőlap, és ment a lecsóba. És utána könyörgött, hogy Feri, küldj el nyugdíjba, létszi, nem bírom a melót, nem bírom a borjulábat, a véres felsállat, nem tudom már megcsinálni, nem tudom, egy kis gazdám, küldj hadd nyugdíjba. Hadd menjek legalább egy kicsit, hadd menjek, egy kicsit hadd menjek. Hát nem egy egyszerű történet. Tehát ugye mondják, szoktak mondani például ezeket a hajdúmosógépeket, gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Hát más kérdés az, hogy mennyit fogyasztanak. De nem akar okos lenni, mert volt nekünk szintén keverőtárcsás mosógép, az a mai napig is menne, ha anyám nem lett volna modern nő, és mondta, hogy neki kell egy ilyen rendes gép, mert már unja azt, hogy kiveszi, átteszi a centribe, tehát szerintem azok is működtek volna. A nagy kérdés az, hogy buherálják meg a gépet. Tételezzük fel, hogy ez létezik, amit most te mondtál, hogy a gyártók csinálnak fel. Nem hiszem, hogy megbuherálják. Benne egyszerűen van egy csip, ami ilyen 3 év múlva lefagyasztott az egész rendszer. Nem mondanám, hogy megbuherálnák a Turmix gépedet. Azt se gondolnám, hogy éjszaka símaszkos csávók jönnek a Siemens-től, és húznak ki egy kis biztosítékot a Turmix gépedből. És összefutnak a konyhába a borsosokkal. Igen, akik már nagyon csinálják a gépet. Itt arról van szó, hogy egyszerűen csak rosszabb minőségben állíthatják elő, és nem bírja azt az igénybevételt. De honnan tudom, hogy 15 év? Tehát ami nálam 15 év, az nálad mondjuk 3. Tehát nálad egy kézi Turmix gép azért naponta többször is előkerül. Nálam mondjuk, mit tudom, anyós most átjött, akar csinálni egy, nem tudom, egy ilyen tejszínt felverni, hát minden gép rossz volt nálam, mert nincsen rendes konyhai gépünk. Tehát én mondjuk egy évben egyszer használok egy ilyen gépet. Tehát azért ez sem mindegy, hogy ki mennyire veszi igénybe. Vagy ki mennyit használja, nem? Mire van tervezve, amikor azt mondja valaki, hogy 15 évig jó egy gép, akkor napi egyszeri használat, mondjuk? Há, biztos meg van határozva. Meg de... ez a rendeltetésszerű használat. Mindig ezt szokták mondani, ez a varázsszó, vagy ez a kifejezés, amit ők mindig belomnak. A rendeltetésszerű. Na de ott van. Ezt sosem próbáltam még egy Turmix gépen felmosni. Én. Vagy mi a rendeltetésszerű használat? Nem? Hogy turmixolsz vele? Hogy turmixolok vele? Nagyon más nem tudsz vele csinálni. Itt hogy nem rögtön a turbó fokozaton kezdett, hanem szépen fokozatosan melegíted rá. Ja, mondjuk azt én egyből a Balán turmixot csinálok a gyereknek, én egyből ez a hármason, azonnal brutál turbó fokozat.
brutál turbofokozatra kapcsolok azonnal, tehát azzal meg vagyok. Na, kiadja az egyik cég a új Turmix gépét, mindketten veszünk egyet. Ha én naponta használom, Balázs pedig heti egyszer, akkor mind a kettőnknek ki kell bírja a 15 évet, vagy azt mondják, hogy hát Ferikém, ne haragudjon, de maga minden nap itten Turmixot össze-vissza vele, akkor ez csak egy abnormális, hogy ennyit használja ezt a berendezést. Pedig hát tök normális. Nem ipari az, hogy napi egyszer Turmixhoz. Igen, de hogy tudom óvni például a tévét? Kapcsoljam ki mindig, ha nem nézem, elmegyek a fürdőszobába, kikapcsolom, visszajövök, bekapcsolom, megint hát, kikapcsolom, tehát ha nem tudom, én nem kapcsolom ki a tévét. Ez is érdekes, mert azt mondják, hogy ez a kibekapcsolás sokkal jobban igénybe veszi a készüléket, mint hogyha folyamatosan be lenne kapcsolva. Ha meg folyamatosan be van kapcsolva, akkor meg tönkre fogyaszt. Hát, de mi volt tévétek, ami 15 évig tartott? Volt? Volt. Most már az ember nem tudom, hogy 15 évig használ egy tévét. Akarsz egy kicsit szebbet, újabb, lakás egyik. Ékessége a televízió, és akkor jött 8-10 évente mondjuk lehet, hogy lecseréled, mert már jön egy ilyen, jön egy olyan, még egy kicsit szeretél ezt vagy azt. Nem feltétlenül azért, mert elromlik, nem? Hát igen, igen. Egyrészt mondjuk, hogy mindenféle új fejlesztések jönnek, amiatt a következőt már megkívánod, mert az már nem 3, hanem 4, meg 5, meg 6, meg nem tudom hánykás. Azért is megveszed. A másik meg az, hogy ha bármiféle probléma van vele, és elviszed szervizbe, mert mondjuk lejárt már a garanciája, akkor bemondanak neked adott esetben egy olyan összeget, hogy azt mondod, hogy hát gyerekek, ezért nem. Ezért én már nem javítatom meg. Mert akkor inkább veszek egy másikat. És egyébként ez azért volt érdekes, amit mondtál tévéről, mert ugye a fogyasztó maga is nem is tervez már 15 évre a tévével. Nem, azt mondod, hogy 3 év múlva már úgyis lesz jobb. A gyártó agyával gondolkozom ilyenkor, akkor mi a francnak csinálják én olyan tévét, ami jó 15 évig? Csináljuk olyat, ami 5 évig jó, mert 3 év múlva úgyis lecseréli. És akkor van egy pacák, jön egy Jani, aki azt mondja, hogy nekem jó 15 évig az a tévé, mert környezettudatos vagyok, de neked 5 év múlva el fog romlani. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy már gyártó se fogja beletenni az anyagot, mert a fogyasztói társadalom úgyis le fogja cserélni 3 évente a tévéjét. De hát itt van a kezünkben a legnagyobb példa. Igen, az aksinak a hiánya, illetve a beépített aksi, nem lehet cserélni benne. A telefon az annyira divattár lett, hogy már nem tervezel tovább egy évnél egy telefonnal. Pedig simán meg lehetne csinálni. Hát most nekem mi bajom ezzel, sőt még a 4-es sem. Most hát már van 6. Világon semmi. De mit mond a észé, hogy vedd meg már a 6-os, mert az nagy, vagy a 7-es, 8-as, mit tudom én, milyen számok vannak már. Plusz ugye az akkumulátor az hát cserélhető ezekben, nem lehet? Szervizbe hát az újakban nem lehet cserélni már. Ebbe sem? Nem lehet. Never szép. Na azért nem. Mehetek az új érvi. Tiéd még egész jó volt. A 6-osban nem lehet aksit cserélni? Nem. Szerintem nem. De szerviz. Hát fogod, kinyitod, leveszed a hátlapot. Van és ki... benne. De hogy de? Nálunk a legújabbnál már nincsen rá lehetőség ennél a típusnál. Hát, már megint mi van. Na, megint mit csinálnak, érted az eszesek? Hát húzogatják le a vásárlóikat. Azt viszont. Még egy jóféle amerikai ember, bemész és kicseréled az aksit. Mert mire ennek az aksia meghal, addigra egyébként már kijön az új, amit addig már 5-ször rommá törted, meg nem tudom, mit csináltam. És nem fogod cseréltetni, hanem megveszed az újat. Bizony. És a bővíthetőség? Tehát amikor ugye fixen megvan adva, hogy mekkora tárhelyen rendelkezik a telefon, hogy mennyi a memória, ami bele van építve, semmibe nem tartana még belerakni egy kis mikroszín foglalatot, és akkor lehetne bővíteni. Nem, vedd meg a másik készüléket, ami egy kicsit nagyobb és egy kicsit drágább. De szerintem egyébként, tehát nekem nincsenek illúzióim, én ezt elhiszem, hogy ez így működik. Hát miért érné meg egy gyártónak azt, hogy te 30 évig használjál valamit? Hát ez nem erről szól. Tehát ha megnézed az autók minőségét, ha megnézed a Turmix gép minőségét, ha megnézed tényleg minden olyan dolognak, ami használati tárgy, egész egyszerűen sokkal hamarabb amortizálódnak, mint régen. Azért, mert régen volt egy kocsid, az jó volt 20 évig, ma 3 év után már lejár a kötelező, vagy lejár a garancia, elkezd itt kopogni, ott kopogni, egy háztartási gépre 5 év után elmegy a garancia, érdekes, hogy pont a 6. évben megy tönkre. Tehát itt már senkinek nem érdeke olyat gyártani, ami után azért a hosszú ideig nem veszel semmit. Vagy nem veszel ugyanabból a termékből egy jobbat, vagy egy újabbat. Lejár, rosszabb alkatrészt tesznek bele. Vagy olyan alkatrészt tesznek bele, amit egyszerűen azt mondják neked, hogy rendben van hűtőszekrének, azt mondják, most 60 ezer a javítása a hűtőszekrének, mert valami olyan történet ment el benne. Na most... Akkor még egy 20-as rádabok, és 80-ból most körülbelül kis túlzással, igen, nagyjából veszel egy hűtőszekrény. Tehát, hogy hát ők is abból élnek, ha te újat vásárolsz. Abból, hogy ők megcsinálják egy hűtőszekrényt, vagy egy autót, és azt te 20 évig használod, ez senkinek nem éri meg. Senkinek. Tehát ezen én nem csodálkozom, hogy azért ez így kimondva, kimondatlanul minden gyártó arra törekedik, hogy persze jó-jó minőség, meg miénk a legjobb,
de ha lehet, tegyünk bele egy olyan alkatrészt, amit mondjuk nem éri megcserélni, hanem akkor inkább veszel egy újat. Nem? Hát az meg a felhasznált anyagoknak a minősége is hasonlíts el össze, mondjuk a most már nincsenek ilyenek, hogy mit tudom én, vagy lehet, van persze, de azért nem nagyon használják az emberek, mert mindenféle médiulejátszókat használnak helyette, de például, amikor annak idén megvettem a négyfejes VHS lejátszómat, és nagyon-nagyon örültem neki, akkor azért fura volt látni, hogy a korábbi kétfejeshez képest mondjuk fele olyan vékony volt a műanyag, hajlott össze-vissza, miközben ez is egy világmárka volt, az is egy világmárka volt, és elviekben az újabb, az jobb is lenne. De nem az volt. Na most a régnek még mindig az égvilágon semmi baja nincsen. A kétfejesnek. Meg van még. Még mindig van. Itt van. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello. Ja, szia Balázs, szia Jani. Hello. Szia mindenki. Te szervizben dolgozol, és tudsz hozzászólni a témához. Ugye? Így van. Én egy jó pár éve szervizes vagyok. Van mindenféle termékről tapasztaltam, de alapvetően a háztartási egyebeknél ugye tényleg az van, amit úgy nagyjából tettetek, tehát ugye itt arról van szó, hogy most már inkább az a motivációja a gyártónak, hogy a formája, a dizájnja miatt cseréld le, de attól függetlenül ugye igen, alkalmaznak benne olyan alkatrészeket, amit minél előbb, tehát lehetőleg ki kelljen cserélni, vagy legalábbis úgy hívják ezt, hogy tervezett elavulás, ugye. Van erről egy nagyon érdekes, mondjuk azt, hogy összeesküvés elmélet is, Balázs, te biztos imádnád. Fogadjunk a villanykörtéset, akarod mondani. Fogadjunk. Ugye? Ennyi, hát ő csinálta a filmet, hagyjad már. Megnéztem én is, igen. Hogy igazából ugye itt arról van szó, hogy a villanykörték is életük végéig égnének, ha a gyártók nem jöttek volna rá arra, hogy hát ez nekik nem éri meg, és aztán egy ilyen tervezett elavulást terveztek a villanykörtékbe, ugye? És innentől kezdve neked 5-10 évente kénytelen vagy cserélni. Mondjuk az Edison, amit kitalált, az élete végéig ég. Igen, ugye? Pontosan. Erről van egy dokumentumfilm a YouTube-on, igen. Láttam én is. Így van. Például nekem is volt olyan tapasztalatom egyébként, hogy egy készülék kijelzőjéről beszélünk, aminek a háttérvilágítása ment ki, és igazából meg is tudtam volna csinálni, tehát semmi probléma nem lett volna. A gyártó az azt mondta, hogy ő már pedig csak komplett kijelzőt ad 1000 euróért, viszont a háttérvilágításnak a paneljét azt nem tudja adni, esélytelen. Tehát már nincs is külön az az alkatrész, ami neked kéne. Ugye? Tehát várjátok, visszahallom magamat. Úristen! Hát csak te tudod lehalkítani. Ezek már az ufók. Pillanat. Mit csinál? Nem tudom. Halló, itt vagy még velünk? Pillanat. Figyelj, technikai ember, megőrülettől. Igen, technikai probléma, valamiért a webrádió bekapcsolt a telefonom. No. Tehát, és utána elkezdtem ugye keresgélni az interneten, és hogy nem, Alibaba és környéke, hogyha 10.000-20.000 darabot rendelek belőle, akkor meg lehet, és akkor megint ott vagyunk, hogy 1000 euró. Tehát ez egy annyira tudatos dolog, hogy inkább azt mondta az ügyfél, hogy természetesen inkább vesz egy újat. Tehát akkor a prémium termékeket gyártók is arra törekednek, hogy x év után azért lehetőleg menjen tönkre az ő gépük, hogy vegyél egy újat? Nem, ez igazából nem volt célzott, viszont az alkatrészellátást azt úgy szolgálják ki, hogy mondjuk csak komplett nagy alkatrészt kelljen cserélni, ami igen nem éri meg. Tehát ahogy Jani is mondta, nagyjából az irány, igen. Hát igen, azért igen, megnézni egy mosógépet, azért vidáman mosott 20 évig. Ma már egy mosógép 5-6 után, jaj, vízkövesedik, ezt kéne kicserélni, azt kéne csinálni, jó, 30-40 ezer, inkább vegyél újat. Mert nem véletlen, hogy az a fűtőszál egy idő alatt tönkre megy. Igen, szóval, hogy azért ebben lehet valamiféle manipulálás, ez egészen biztos. Így van. Hát ugye a kedvenc almás termékeidnek volt is ebből egy óriási pere az Egyesült Államokban, nem tudom, tudsz-e róla, ott az iPodok, vagy nem is tudom melyik, ugye tudatosan... Nem, ezekről nem vesz tudomás, Balázs. Nem, ezt már sem hallom. Rossz hírt nem hallok meg. Hogy mondjad, ott mi történt? Ott ugye volt egy óriási, egy csoportos civil per a cég ellen, azért, mert tudatosan úgy tervezték bele az akkumulátorokat, hogy egy fél évet bírjon ki, és nem lehet cserélni, tehát hogy újat kelljen venni. Úgy tervezték meg az egész szerkezetet, és az Egyesült Államok legzöldebb vállalatának kihirdetett cég, ez elég rosszul jött ki az egészből, ki kellett terjeszteni a garanciát, és át kellett tervezni az egész dizájnját a készülékeknek, hogy igenis több mint egy évig bírja legalább az aksi, és cserélhető is legyen. Jó, az régen volt, most már. Nem emlékszem arra a pontra, amikor így az iPhone részvények beestek. Itt van, erre a hírre, de biztos. Azt a beépített ügynöket, azt a koreai alkalmazottat, aki az egészért felelős volt. Már előállították, igen. Igen, valószínűleg megszédülni nem fognak a problémában, de igen, azért ez elég gázos helyzet volt szerintem. Igen. Köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magad a jó munkát. Nagyon szívesen.
Ciao. Köszönöm. Hello. Igen, egyébként ez tényleg érdekes, az egy ilyen egyórás dokumentumfilm körülbelül a YouTube-on. És érdemes megnézni ezt a tervezett elavulás története, hogy miről szól a fogyasztói társadalom. Tehát ugye a reklámról, a hitelről és a tervezett elavulásról, tehát hogy vásároljál, hitelre vásároljál, vegyél meg dolgokat, majd 5 év múlva megint megcsináld ugyanezt. És erről van egy órás kis dokumentumfilm, ami a villanykörtesző összeesküvés elméletről szól, hogy lettek ezek is az égők is, ugye, amik életük végig égtek volna tényleg, mit tudom én, x éven belül cserélendők, és akkor erre vezeti le az egészet, hogy van kitalálva a fogyasztói társadalom. Föl van a YouTube-on magyar nyelven, érdemes megnézni. Tényleg jó, egyébként izgalmas. Pár évvel ezelőtt találtak például egy olyan neoreklámot, amit egy büfé átalakításakor találtak meg, 77 évvel ezelőtt falaszták be, véletlenül csak elfelejtették kikapcsolni, és még mindig világított. Csodálkoztak, hogy miért törög az óra. És a büfének a tulajdonosa megcsodálkozott rajta, hogy miért fizetek ennyi villanyszámlát. És bent éget. És bent téged, 77 éven keresztül. De kemény. Hát ugye ez a villanykört elmélet az onnan indul, hogy találtak egy olyan villanykörtét, vagy egy izót, ami 100-valány éve ment, mert ugye felkapcsolták, és azóta működött. Uh-huh. És nyilván erre húzták rá, hogyha meg lehet csinálni, sőt 100 évvel ezelőtt meg tudták csinálni. Egy olyan... hátra a sufliba. Ezért csak hátra az öreghez, hogy megye, és még mindig működött. És még mindig működött. Én azt nem tudom, hogy autóknál hogy számolják ezt ki. Tehát az egész egyszerűen fantasztikus. Amikor azt mondják, hogy 3 év garancia, és 3,5 év után valami szét, és 5 év garancia, 100 000 kilométer, és a 110 000 kilométernél neked teljesen egyértelműen darabokra hullik az autót, hogy ezt hogy lövik be úgy, hogy pont addigra legyen kész, ugye, mert előtte nem jó, mert az gariba mondjuk cserélendő. Most már van a 3 év, vagy korlátozás nélkül, vagy 100 000 kilométer, vagy 5 év, a koreaiak már adnak ilyen 5 meg 7 heteket, tehát az én nem is tudom, hogy egyébként. És amikor lejár a garid, akkor abban a pillanatban hát valami történik. Igen, a kilométert, hogy megcsinálják egy prototípust, egy autót, és belül egy ember, és 100 000 kilométert megy vele, és azt mondja, gyerekek, 100-at lehet menni, írjunk annyit. Azt nem tudom. Hát évig kell hajtani a kocsit 100 000 kilométerre, úgyhogy éjjel-nappal mész. Ez már egy presztízs harc is a gyártók között, tudod, hogy ki hány évet ad meg hány kilométert, de ezt se értem soha. Hogyha azt mondja, hogy 3 év vagy 100 000, akkor lejár a 3 év, és 3 hónap múlva a kocsitban valami darabokra, és azt mondja, sajnos, vagy kicsit előbb történik, milyen szörnyű, nem? De, és szétesik, szóval nem értem. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy tudják, hogy egy anyagnak mondjuk mennyi a fáradás ideje. Biztos, hogy persze, hát, biztos, hogy akkor így kiszámolva, hogyne. Meg hát, na, tényleg érdekes, igen. Jó, nagyon sok SMS jött a témában, úgyhogy mindjárt ezekből is szemezgetünk. Jó, előtte gyorsan Ákos elmondja a híreket, közben pedig mondom, hogy ha valaki játszana velünk, Uven bácsival, Beru nénivel, akkor írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon érdekes dologról beszélgettünk itt a hírek előtt. Mégpedig arról, hogy a franciák kitalálták, hogy büntetik a gyártókat, ha észreveszik, hogy tervezett elavulás követtek el, vagyis hát tulajdonképpen arról szól, hogy csalásnak minősül, és akár börtön is járhat, vagy komoly pénzbüntetés azért, ha kiderül egy gyártóról, hogy a műszaki cikkei azért romlanak el idő előtt, mert szándékosan, hát hogy is mondjam, katalizálják az elavulását. Szép szóval éljünk, ugye, ami azt jelenti, hogy hát nem éli meg azt az idő intervallumot, amit a gyártó ígér, de hát közben már azért eljutottunk odáig, hogy minden gyártó kimondva, kimondatlanul nyilván inkább titokban, de arra törekszik, hogy újat vegyél, mert hogy senkinek nem éri meg. Hogy bizonyítod? A franciákat megkérdezem, hogy bizonyítja, hogy ez tudatos volt. Hát ez a gyártó részéről. Hogy silány a minőség, igen. A 25. ugyanolyan márkájú Tourmix gép, ha tönkre megy egy éven belül, akkor elkezdenek a franciák gyanakodni, hogy ennyi, na, nézzük csak a kis fogaskereket, hát az műanyag. Az. És? Hát nehéz. Nehéz. Biztos van erre egy szabvány, hogy mit néznek ilyenkor, vagy mit kell csinálni, nem tudom. Igen, érdekes lenne, hogyha mondjuk arra köteleznék a gyártókat, hogy például egy mosógép esetében bele lehetne mondjuk szereltetni velük egy olyan számlálót, ami méri az üzemidőt. Uh-huh. Amennyit használod azt a mosógépet. Így meg lehetne határozni azt, hogy mit jelent az, hogy rendeltetésszerű használat, x üzemidőt, és hogyha mondjuk ezen az üzemidőn belül elromlik, akkor ki lehetne velük fizetni. Hát csak kérdés, hogy mondjuk ha víz kövesedik, mert neked a vizet sokkal kemény, akkor az ugye kinek a hibája, ha mondjuk 2 év alatt annyira elvízkövesedik, hogy azzal egy gyártó se tud mit csinálni, mert olyan vízköves, vagy olyan kemény a vizet, hogy akkor ugye mennyire baromi nehéz ezt azért megmondani, teljesen szubjektív, hogy ez a gyártó hibája, a felhasználó hibája, a víz hibája. Szóval nehéz szerintem.
De jó lenne, igen, hát azért a mosógépek is már nem bírják olyan sokáig. Az autóiparban se ezt csinálják, előre megmondja az autógyártó, hogy mennyit kell minimum kibírnia egy alkatrésznek, a beszálló pedig erre törekszik. És ez a maximum is. Há, tulajdonképpen. Tehát megmondják, hogy neked 3 év a garanciánk, eddig bírja tuti, utána már teljesen mindegy. A gyártók igazi ellensége Gyula, minden megcsinál. A mosógép programkapcsolóját 40 rugóért cserélték volna, Gyula 6-ból rendbe rakta. Köszönjük. Ja, ez nem a Gyulánkról van szó, de nálunk Gyula is hasonló. Lehet egyébként. Számla nélkül. Igen. Azt mondja, hogy Fiat Punto leszakadt a bal ajtó, elvittük a szervizbe, csodálkozva mondták, hogy a jobb ajtó szokott leszakadni. Hát milyen? Érted, meglepődtek. Ez egy gyártási hibás Punto volt. Igen, 100 000 kilométert mennek kocsival, vagyis nem 100 000 kilométert mennek kocsival, hanem olyan fárasztó vizsgálatoknak teszik ki, amely 2-3 nap alatt ugyanazt a hatást éri el. Ezt Misi küldte nekünk. Járműveknél külön az alkatrészekre végeznek számítógépes szimulációt, ahol ciklusszámra nézik az anyag kifáradását. Emellett pedig kézi számításokkal, terheléses analízissel is vizsgálják, hogy meddig bírja egy adott alkatrész. Hát a svéd áruházban volt, a svéd butoráruházban volt egy darabig olyan, hogy mentél a sorok között, és voltak ilyen tesztergépek. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy van egy olyan fotelük, ami egy meghajlított akármicsoda, és ezt egy gép nyomogatta folyamatosan, és azt mondták, hogy tessék, nézd meg, és volt egy számláló, hogy 1 400 000-szor leültek. 1 400 000-szer leültek a székre. És még mindig tart. Igen, ám csak, hogy az, hogy egy gép mindig ugyanazon a ponton nyomogatja, az nem ugyanaz, mint hogy én a nettó 110 kg ma belehuppanok. Dorod? De nem tudom, le kell fogni nyilván. Ledes izzók, ezt sokan írják, 20 év élettartam, amit írnak, a garancia mégis 1 év, másfél év múlva elromlik. Tehát, hogy ez is hogy van egyébként, nem? Hogy 20 évig bírja elvileg, de mégis 1 év gari van rá, és utána másfél év után kinyírja magát az izzó. Azért ez is érdekes. Akkor adj rá 20 év garit. Én hát tudjátok tényleg, hogy én a környezetből a technológiának a nagy barátja vagyok, de hogy én még egyetlen környezettakarékos izzót sem találtam, ami mondjuk így hozta volna azt, ami rá volt írva a csomagolásán. Hát persze. Igen. Tehát fél évente kell kicserélgetnünk őket, még nem rossz minőségűeket veszek, miközben a régi 60-as, meg 100-as, mit tudom, hogy most bármilyen izzók, na, erről szól. Nem mondjak, azok meg még mindig működnek. Erről szól a dokumentumfilm, erről, hogy a villanykörtével indult el a tervezett elavulás. Ott jöttek rá, hogy ajaj, nem jó biznisz, hogy 80 évig ég egy izzó, hát ki a fene fog égőt venni, senki. És akkor kitalálták ezt, hogy ugye elrontják az izzókat, és aztán minden más. A kínaiak lemásolták egy az egybe a HP nyomtatót, és nem értették, hogy miért van benne egy olyan csíp, ami nem szolgál semmire. Időben rájöttek, hogy egy bizonyos lapszám után kinyírja a vezérlőt. Tehát a kínai jobb, mint az eredeti. Mert ők nem rakták bele azt a bizonyos csípet. Aha. Hát ez szerintem városi legendák körébe tartozó dolog. Lehet. Ezt nem hiszem. Valószínűleg. Pláne nem a HP esetében. Lehet. Persze, hát ez csak egy SMS, nem tudjuk, hogy jó, nem jó, csak beolvastam. Ennek a témának van egy érdekes vetülete azzal, hogy gyorsabban cseréljük a termékeket, sokkal több selejtes terméket, az a szemét keletkezik, és ezek sok esetben veszélyes hulladéknak számítanak, ami elborít bennünket. Hát igen, nyilván ez a szemetelés is benne van. Vettünk egy nem tudom milyen gépet, csak az a márkát írta le a hallgató, 1 év garancia, és csapágyas lett. Úgy van gyártva, hogy nem szerelhető. 80 000-ért vettük. 1 év után történt a dolog. A régi jó dolgokra mindig azt mondjuk, hogy van benne anyag. Hol mondjuk ezt a mai dolgokra? Ez Szala írta nekünk egyébként, igen. Van egy 26 éves hűtőnk, tökéletesen működik. A másikat, amit vettünk, 6 év után ki kellett dobni. 62 000 forint lett volna a javítás. Ez egyébként egy újabb érdekes dolog, ez a javítás, amit a hallgatónk is elmesélt, hogy csak a kis alkatrészt nem tudod megvenni, 100 000-ért vedd meg az egész panelt. Hogy, és már nincs is olyan szerelő egyébként, ha vagy nagyon kevés olyan öreg szaki van, akihez el tudsz vinni, például mondjuk elviszed a te kis robotgépedet, és mondja, hogy oké, ezt itt kicserjük, ezt a kis pöcköt, már nincs ilyen ember se, mert a gyártó is úgy tervez, hogy cserél. Újra tekercsele. Há, igen, ez egészen. Persze. Tehát vagy kifizeted érte a 60 000-et, vagy inkább 80 év már megveszed az új gépet. Igen. Sőt, ők maguk is javasolják sok esetben, hogy ez elég fura egy szervizben. Nem. Mosógép tesztelés, bármikor vállalok 5 gyerek mellett, garancia időn belül garantáltan tönkre megy. 2 évente új gépünk van ingyen. Írta nekünk egy hallgató. A mosógépünket 2008-ban vettük, 7 év garancia volt rá, a gari lejárta után 2 hónappal ment tönkre. Pár hónapja vettünk újat. Okostelefon, ugyanúgy 2 év gari, 2 év 3. hónapnál meghalt a telefon. Véletlen lenne, nem hinném, írja nekünk egy hallgató. Hát ez az, vagy amikor a tévé tényleg szintén ugyanígy megy tönkre, és nem is érted, hogy miért a gari után, amiről már ugye
beszéltünk. A feleségemet egy életre vettem el, egy év múlva elromlott. Hol lehet? Hol vissza lehet az anyukájának? Bari, jó étvágy. Nem eszem, gyerekek, csak nagyokat sohajtozom. De köszönöm szépen, Peti, drága vagy. Tényleg. Azt hiszem még, hogy mik vannak. Mosógépünk 4 évesen rozsdásodik kívül. Az ügyfélszolgálat azzal rázott le, hogy biztosan nem használom jól. Igen, nyilván gyereket mossa benne az ember, nem tudom. Mit, hogy tudsz hogy mosogni? Igen, mit mondasz erre a felvetés? Mit mosol benne kockaköveket? Ruhát teszek bele, amit kér, hogy vízlágyítót, akkor mi a nem rendeltetés szerint? Mert a nem megfelelő programot használtad a nem a színeseket fehérrel mostad. Mi? Azt. Ez az Amerikában a tűzolt állomáson 100 éve folyamatosan világít egy izzó, erről hallottatok? Ez is benne van ebben a dokumentumban, mert ezt erről beszéltél. Az, igen. És még mindig ott van. És megünneplik a hülyék, amit te is mondtál. Betegek egyébként, igen. Bali, kalgonnal a mosógép is tovább. Ja, hát bárcsak ilyen jól működne, igen. Fent van a dokumentumfilm elérhetősége a Facebookon. Jó, ha szeretitek az összeesküvés elméleteket, akkor nézzétek meg. Több a realitása, mint egy átlagos ilyen összeesküvés elméleteket taglaló kis dokumentumfilm. Tehát a kanadai védelmi miniszter nyomdokaiba a kanadai védelmi miniszter is valahol a chemtrail között van. Nem, tényleg érdekes, hogy egy órás, érdemes rá időt szállni, nagyon klassz kis dokumentumfilm, hogy állapodtak meg, mikor állapodtak meg, és teljesen logikus érvekkel van levezetve, hogy senkinek nem éri már meg jót csinálni, mert nem veszel újat. Tök jó, tényleg érdemes megnézni. Csak ha másfajtát nem tudsz venni, akkor hiába láttad azt a kis filmet, megnézted, most már tudod az igazságot, aztán elmész, az csak olyan izzót kapsz. Hogy hiába venné jut, ha egyszer rá vagy kényszerítve, mert egy kimondott deal vagy kártelezés a gyártók között, hogy te se gyártod a jót, én se gyártsunk, mind a ketten szart, tőled is megveszik, Hát mit tudsz csinálni, persze. Érdekes ez, igen, az ember kicsit nyitott szemmel jár, akkor azért klassz dolgokra lehet rájönni, hogy mivel vesznek bennünket körül. Játszunk, itt van a játékosunk, Oven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Pároloktató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Misi vagyok. Gyerekek, mi van a női hallgatóinkkal? Eltűnt. Hát nem játszanak velünk csak nők, csak férfiak? Napok óta férfi napot tartunk. Hármasugrás. Óven bácsi. Hát vagy Anna megszerelmesedett, vagy valami. Misikém. Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm kérdéseteket. Jól vagy, mit csinálsz? Én anyagmérnök vagyok, megyek éppen dolgozni Fehérvárról Budapestre. Anyagmérnök? Akkor hozzá tudsz lehet, hogy szólni az előző témánkhoz is, nem? Én expert vagyok a témában. Ja, te vagy az, aki tudja, hogy mennyire vékonyra kell egy csapágyat csinálni, hogy biztos elromoljon 3 év múlva? Nézd, többek között igen, de van egy aspektus, amit esetleg nem gondolgattatok, mert nagyon sok minden jóval szóltatok hozzá meg a hallgatók is. Köszönjük szépen, igyekeztem. De van egy olyan szegmens az egésznek, hogy a kiválasztott anyagoknak a súlya és mennyisége. Tehát egy gyöngyösi körbe kergeti a gyártókat, és bizony az alsó határon kell mozogniuk ebből a szempontból is. Egyébként meg nem lesznek teljesen. Miről van szó? Én ezt most nem értettem, vagy nem hallottam jól, hogy micsoda a kiválasztott anyagok? Mennyisége és súlya. Tehát ők nekik nagyon fontos a gyártóknak, hogy lefelé menjenek ebben a témában, mert különben, ha nem mennek lefelé, nem szorítják lefelé azt a kalvasztagságot, azt a súlyt, azt a méretet a pazarott alkatrészben, akkor nem lesznek versenyképesek a saját konkurenciájukkal kapcsolatban. Ja, tehát, hogy bármilyen házszerelési gépről van szó, könnyű legyen, kicsi legyen, gyors legyen, viszont ez az alkatrészek minőségének a rovására megy. Az élettartamának a rovására. Kihangosítom vagyunk? Nem. Követtem a telefon. Aha, tehát, hogy van egy ilyen verseny a gyártók között, és emiatt is ugye mindenki kicsit jobbat, gyorsabbat akar csinálni, és emiatt is ugye hát... Ez is benne van a levesben, igen. Aha, igen, ez is egy érdekes felvetés. Jól van, játszunk, jól mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Ó! Van valami verseny most, hogy ők maguk kezdenek. Sportolnak. Megmondhatatlan a sport egyébként, teljesen. Mert hogy ez még csak nem is fallabda. Nem ilyen hangja van a labdának. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Egy dal lesz, jó? Nem sorozat. Mehet? Mehet. Figyelj, rövid lesz. Na-na-na-na! Hűha. Pedig jó, dinamikusan indult el, de aztán mégsem. Mutatjuk még egyszer, figyelj, ilyen rövid lesz. Ugyanilyen. Na-na-na-na! Hát, legyen egy hosszabb. Nem egy friss darab a dal, de volt egy feldolgozás, ami frissebb. Aha. Ennyi föladod, vegyük ki. A bögrét? Hát a rövidből nem fogok rájönni. Rövidből nem fogsz. Jó, kivettük a bögrét, figyelj.
Na 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 na. Da da da. Egyelőre sötétségben bolyongok. Mutatjuk még egyszer, meg lesz ez. Jó, oké. Na 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 na. Da da da. Elég semmi? Aktuális a szám tartalma nagyon. Nem. Sajnos nem. Mutatjuk, utoljára hallgass meg, be fog ugrani okay. Szerintem. Na 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 na. Da da la 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 la. Mondjuk egyből a refrénre ugrat. Átugrottunk egyrészt. Nem, sajnos nem, ne haragudjatok. Itt feladod, úgy látszik. Na hát feladtad, megmutatjuk az eredetit. Hallgass meg, figyelj. És ez a feldolgozás biztos te is kitaláltad. Így van. Hát egy jó kis Feró lett volna. Beatrice pontosabban. Pancsoló kislány. És tényleg aktuális. Meleg van. Bizonyám. Hát ez ma nem ment. Oké. Köszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Szia Misi. Hello. Hát nem volt nehéz pedig nem, szerintem. Nem, eleresztette ezt a dolgot. Mert biztos valamilyen együtthatón járt az egyem. Okay. Azt írja nekünk Gab, hogy megnézitek a YouTube-on ezt a kis dokumentumfilmet, bosszúból tönkre megy a monitor. Egyébként igen, 39 éves vagyok, kezdek elromlani, derékizületek, stb. Hát a tervezett elavulás. Ezt is ismerjük. A tervezett elavulás az embereknél. Embereknél is van, igen. Összeszedték a, ha már így a termékekről, gyártókról beszélgetünk, összeszedte egy internetes portál, és hát a hírek után muszáj egy kicsit belehallgatnunk, mert hogy zseniális a dolog. Úgyis nagyon szeretünk retrózni, meg nosztalgiázni. A 22 darab legnépszerűbb retro reklámot. A 22 legjobb magyar retro reklámfilm. Hát nem mehetünk el anélkül, hogy ebben kicsit ne nézzünk bele. Zseniális téma, ugye mi zenében, filmben, tényleg reklámban, mi szeretjük a retrót, és a 22 legjobb magyar retro reklám. Egyet mondhat most mindenki, mi még nem láttuk a listát a Janival. Hogy benne van? Én láttam. Hogy egy, ami szerinte tuti, hogy benne van. Egyet mondj. Hurka reklám. Hurka, én a Skála kópét mondom, az is tudja. A kis rajzolt, igen. Nagyon idegesítő. Bemegyek. Mennyire kijövök. Tudtad volna agyonverni azt a igen. De milyen kis jól, jól. Kijövök, ha bemegyek. És a másik, a jöjjön valaki, fogy az energia. Hát azt is megy. Jöjjön valaki, szökik a pénz. Jöjjön valaki, szökik a pénz, ugye. Na, szóval, hogy a 22 legjobb magyar retro reklámfilmből szemezgetünk egy kicsit. Van egy generáció, akik majd ezt szájtátva hallgatják, és ők ezt már nem értik, hogy hogy lehetett így megpróbálni eladni egy terméket, de a mi generációnknak ez nagy élmény lehet. Vittek minden, mind a cukron, mint a kolbász. Nekünk még mond valamit azt, hogy műszi. Az évszázad legnagyobb reklámja volt. 5 perc, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket. Ha láttok, tapasztaltok valamit, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 7 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Ákostól hallottuk, hogy marad a kánikula, de nincsen baj, mert lesz még idő, amikor visszasírjuk, jön majd az ősz, gyerekek, arra gondoljatok, az ónos eső, a köcitálás. De jó lesz. És ha ezeket az a szavakat az ember kimondja, hogy téli gumi, köcitálás, köd, ónos eső, zúzmara, hideg, akkor azért nem is annyira rossz, hogy ilyen idő van, és még tart egy kicsit a nyár, mert belegondolsz abban, hogy itt pillanatokon belül megérkezik majd a téle, az ősz, és nagyon hosszú lesz, tele iszonyattal, sötétséggel. Igen. Akkor lehet, hogy nem akkora baj, hogy még egy pár napig meleg van. És hetekig fogjuk olvasni majd, hogy megint nem jött a sószóró, megint nem volt takarítva az út, még mindig minden tiszta hó. Így van. Nem készültünk. Újra havasi koncert. Négyves, megint havasi koncert. megint havasi koncert van, gyerekek, úgyhogy jó az. Legyen csak meleg, nincs ezzel baj. Nem biztos, hogy ennyire, meg nem biztos, hogy ilyen hosszan, de ez a 28-30 fok, ezt azért lehet szeretni.
Na, mit írtak hallgatóink? Ez ugye a kérdés. Hát, figyeljetek, nézem itt az SMS-eket, még a témában jöttek, még az előző témában is úgy látszik, hogy ezzel az okostelefonoknál, a nagyon okostelefonoknál nem cserélhető az aksi. A kis szösszenetemmel hatalmas baromságot mondtam, úgyhogy minden érintettől elnézést. Hát, komolyan mondom. Bocs, srácok. Ez az emberi nagyság, érted? Ez komolyan. Kézzel írott levelek jönnek majd a szerkesztőségből. Mindegyiket kézzel írva fogjuk megválaszolni. Senki se egyik cégtől, se a másik cégtől ne várjon meg senki az ülés 102-5 bejáratnál, hogy a tolba, illetve előtte szurok be, és tolba hempergesre, és meggyújtson. Hát, ha csak nem egy új készüléket hoz. Meglepődtem, hogy a keresztre feszítve. Jó, én állatok nem, miért ne lehetne nálatok aksit cserélni, de lehet, persze. Lehet, persze. lehet. Másképp, hogy nálunk nem kell, ugye, hát nálatok meg nyilván de. Opció. Na, ma ez volt a legjobb. Eddig. De hát mindegy. Sok mindent megtudunk a gyártótokról. Sopronban az elkerülő állazokát nem tudom, de már biztos, hogy elkéstem. Zsóka küldte nekünk Zsóka kitartás. Hogy idióta mászkál az M3-ason a megnyitott leállósávon Gödöllő után Nyíregyháza felé, üzente Roli. Aztán M6-os Bátaszék után az első alagút bejárata előtt van egy trafi, ezt Berik küldte nekünk. Trafi van Visontán is a cross pályánál, üzeni Tamás, valamint Solton az 52-es úton a rendőrség előtt buszba rohant egy furgon, ami ki is gyulladt. Mentő, tűzoltó már a helyszínen. Ja Istenem. Hát igen, ma valami megint nincs rendben, vagy front, vagy telihold, vagy csillaghullás, meteorraj. A pálydagály. Most jön egyébként. Hogyne? A meteor. Bizony. Tényleg? Azt mondták, egy nagy és mindent visz, hogy a mai nap az lesz a csúcspont. Tehát ma már érdemes valami olyan helyre kifeküdni, ahol kevés a fényszennyezés, és akkor ma állítólag ilyen percenként 2-3-at lehet számolni. Mi tavaly csináltuk ezt a kifekvős dolgot, és 34-nél azt mondtam, hogy na rohadjatok, mert menjünk be, elég. Biztos, hogy nem csak egy repülő volt, amit láttál, hogy oda vissza, kicsit ott rozézgattál. Igen, jön egy meteorraj, és őket lehet ma, holnap után megnézni. Ugye egész augusztus a csillaghullásról szól, csak most belemegyünk ebbe a meteorrajba. Ez a Perszeidák nevezetű kis meteorraj. Csodálatos. Már kinéztem 4-5 helyet, ahonnan lehet nézni. Budapesten is vannak helyek, messzebb is vannak jó helyek, kilátók is vannak, az érdemes felsétálni ilyenkor, nagyon klassz programok vannak. Uh-huh. Van egy 5 kilométeres túra például. Hova mentek? Miért kell menni 5 kilométert? Az ugyanúgy látszik A pontból is B. Elindulsz valahonnan, aha, ott egy tájvédelmi körzeten belül tartanak neked egy kis előadást 5 kilométeren keresztül, éjszaka mentek, és mire megérkeztek este 10 órára a helyszínre, ott van ugye a fényszennyezés nélküli kis égboltot, megnézed a hulló csillagokat, és utána szépen hazasétálsz. Ez a meccsekben van, nem? Ez a Zselici tájvédelmi körzet, ahol az egyik legjobban, vagy ahonnan legjobban látni, mert hogy nincs fényszennyezés. De van 3-4 olyan része az országnak, ahol nagyon szép. Hát vagy csináld azt, hogy otthon, ahol laksz, bedugod a kis ízi turmix gépedet, amivel kivereted az egész város biztosítékát, és akkor nem kell menned sehova. Ezt a kerületekbe elmegy a világítás, és nézd meg, Berikén, látod, apád elintézt, lekapcsoltuk a főáramot, a nullás kábel. De tényleg megyek, mert jó, az gyereke jó, kicsit kifekszel egy órára, a gyerek a ugra-bugra, apa! Képtelen vagyok 11 órán tovább fennmaradni, de tettem neki egy könnyelmű ígéretet, hogy elhiszem úgy, hogy valamit ki kell találni. Hulló csillag nézésre, az jó. Na, ugye reklámokat ígértünk, és hát picit akkor retrózunk, ezt mi nagyon szeretjük, mert ugye egy internetes portál összeszedte a 22 legjobb, legismertebb, legmenőbb retro reklámot. Állításuk szerint ez a 22 legjobb magyar retro reklámfilm. Nem mondom, hogy mindegyiket végignézzük, azt sem mondom, hogy végig akarjuk nézni, de ha kedvünk van, mondom a címet, aztán belehallgatunk ebbe abba. Mert hogy azért ezek jók. Hol tartott régen a reklámvilág, hogy próbálták meggyőzni a fogyasztót, hogy vásároljon meg egy-egy terméket? Hát finoman szólva más típusú reklámok voltak akkor, mint most. Mire helyezték akkor a hangsúlyt? Nem a képi világ. De nem is nagyon tudták, mert hát nem úgy forgatták, ahogy mostanában forgatják. Indítsunk egy jó kis traubi szódával, szeretnétek tejreklámot hallani, mert hogy az is volt, márka reklámunk van, bontott csirke reklámunk van, véres húrka, bébi étel, tele vagyunk. Bontott csirke, imádom. Bontott csirke, minden van. Az a rajzolt, ugye van. Az a rajzolt. Igen, volt. Azt megmondtam, hogy... talán sajdik. Nagyon jó volt, nagyon jó. Egy jó traubi szóda, megnézzük, hogy szól a traubi szóda. Várjál, ne indítsd el. Szöveget próbáljuk meg.
Felfrissít a dupla buborék. Hogy tudod ezt? Én erre nem soha, mi a soha nem felfrissít a dupla buborék? Soha nem. Ez szólt karácsonykor, Feri? Vicces. Felfrissít a dupla buborék. Fel apát a fröccs gyereket a traubi. Ah, jó, én erre egyáltalán nem emlékszem. Van egy kettő. Épp ezért a legkedvesebb slágerem. Minden én éneklem. Na figyelj. Aha, igen, így volt. Gyerekek, valamikát kérünk! Jó minőség? Igen. Hát ez ja, nem ez, is az volt. Ez egy másik volt. Mi mire én emlékeztem? Hát, felfrissít, jó, a, hát ott felfrissít a buborék, a persze. Felfrissít, ez valami egész más. Írjátok meg, ugye ez is egy traubi reklám volt. Mondjátok, hallgatok, hogy ez egy másik traubi reklám. Van több traubi is. Igen. Na figyeljetek, jön a következő. Nem lehet megunni, soha nem lehet megunni. Három angyalnak öltözött fehér ruhás nő táncol egy fehér díszletben egy pohár tejjel a kezében. Hát hol, milyen szép világ volt ez, nem? És van szlogen a végén? Hát ezzel nem lehet megunni, ennyi. És egy macskát beledobnak egy gödör tejjelbe. Tehén táncol. Na, azt mondja, hogy márka reklám 80-as évek. Én erre nem emlékszem. Lehet, hogy ez az volt, előbbi, ez mit reklám? Az traubi volt. Tej? Igen, hát nem lehet megunni, ez egy tejreklám volt. Te mit hittél? Az egy must reklám volt, Feri. Azt se lehet megunni, ebben neked igazad van. Ez egy tejreklám volt, hogy nem lehet megunni. Aha. Ez az, amit nem lehet megunni. Vegyél tejet, de magát a tejet reklámozta, nem egy márkát. Aha. Tehát, hogy így a tejfogyasztást, így van. Márka, üdítő reklám a 80-as évekből. Márka! Hullala! Hullala! Nagyon rosszul öltözött fiúk és lányok táncolnak, aha, brutál bajusszal, iszonyat testszőrzette. Én erre nem emlékeztem. Nem emlékeztem rá. Mindenki boldog, ugye? Hullala. Hullala. Főleg, ha leütötted magad egy márkával, soha nem jött is semmiből. Úgy éreztel, elfáradt, nehéz volt a nap, fog meg nyugodtan a hideg poharat. Minden jobb lesz, Jézus, megfogod Isten a hideg márkás poharat, és kész. Na figyelj, jön a következő. Mi van? Ez mi? Röhögött ki, jó? Nátok is lement párszor az ember. Én nem láttam. Apád azért bömböltette a véres hurka reklámot. Figyeljetek, abszolút potenciális vevők. De mi az, hogy véres hurka reklám? Tehát, hogy vedd meg a véres hurkát. Kevesen nem ment a véres hurka. Nem vitték a hurkát? A kicsit a májas jobban ment, és ezért írtak egy reklámot a véres hurkának. Szezonban azt nem fogy. Csináljuk egy reklámot. Csináljunk egy reklámot a véres hurkának, hogy a magyar lakosságot ösztönözzük, hogy vásároljon véres hurkát. A kolbászt vitték, mint a cukrot, és a hurkapiac meg bedőlt. És nem fogyott. Tehát akkor miért csináltak a disznóból hurkát? Miért nem más csináltak, ami fogyott? Tehát mi az, hogy nem fogy a véres hurka? Egyetek véres hurkát. Tehát ezt nem is értem. Mert ugye tej mellett kampányolnak, oké. Tényleg az volt, hogy belegyorsítottak az éneket. Igen, ezt egyébként sokszor eljátszottak. Jézus, sokszor eljátszották, hogy egyrészt egy picit egy gyerekesebbre vigyék a függelet, másrészt meg viccesebbre. Na figyelj,
Azt mondja, én erre nem emlékszem, kaszkót akarok kötni reklám. Igen, kaszkót igen, elaszik a csávó. Kaszkót, ez alatt, te mindegyiket tudod, kaszkót akarok kötni, figyelj. Láttuk egy ember gyorsan vezetni, nyomja a féket, nem megy, ladát vezet. Megy le egy szerpentinen. Brutál Tom Cruise. Nem itt az ideje kaszkó biztosítást kötni? Nem. Megjelenik mellett egy kis angyal, és ő kérdezi, hogy nem kellene kaszkó biztosítást kötni. Ladák versenyeznek a szerpentinen. Jöjjön vissza, kaszkót akarok kötni! Kaszkót akarok kötni! És fölébred. És fölébred valahol. Egy esküvön. Jézus, atya úristen! Ja, azt álmodja, hogy balesetezik, és igen. Akkor ez elkezd kiabálni, és valami esküvőn van? Esküvőn van, vagy valami előadásod, igen. Nagyon. Na, itt a következő. Trapper Farmer reklám. Hát ez ugye a magyar ruhaipar válasza a Lévisre. A Trapper Farmer. De itt is az, hogy járjál Trapper Farmeron. Igen. Tehát valószínűleg az volt, hogy volt egy hivatalos gyártó, nem? Hát amit nem tudtál százfélét megvenni, ugye értelemszerűen, tehát a Trapper Farmer, az egy nagy állami cég gyártotta, és akkor a Trapper Farmernak volt a reklámja. Mindegy, hol vetted meg, ugyanazt vetted meg. Múltkor dokumentumfilm volt erről, hogy a magyar fiatal ugye szeretett volna magának farmert, és kijárt az Ecserire, mert oda jött be a Lévis meg az egyéb nyugati áru, és ekkor jött, amit a Jani mondott, a magyar ruhaipar válasza, a Trapper, ami senkinek nem kellett. Állt a Trapper a nagy áruházakban, és senki nem vitte, és akkor erre elkezdték tolni, szerintem egy darabot nem adtak el többet vele ezzel a reklámmal. Na, egy nagy klasszikus. Figyelj! Pécskesztyű! És egyébként tök korrekt progrok megy alattam. Bármelyik Omega albumra felfért volna. Hát lehet, hogy jót is csináltak, jót is csináltak. Tehát jó minőség volt. Na figyelj, itt a következő. Korra és nemre való tekintet nélkül. Munkában és szabadidőben. Ha bárhol bárkit kenni kell. Reggel és... Nők, idősek, fiatalok kenegetik egymást. Ha bárhol bárkit kenni kell. Mesztelen nők és férfiak a fürdőben. Sportoláshoz télen nyár. Ha bárhol bárkit kenni kell. Mindenféle bőrtékben. Ha bárhol bárkit kenni kell. Atya Isten. Szóval mindenkinek. Fabulon. Fabulon. Fabulon a bőre, őre használják is nyakra főre. Igen. Volt még ilyen szlogen is. Igen. Na figyelj, itt van Feri a kedvenced. Ez is egy nagy klasszikus. Én vagyok a Skálakópé. Fúj, de utáltam, gyűlöltem. Skálakópé. Ennek a versenynek lett a motorja, jelképe és zászlós hajója, a Skála Kópé. Igen. Nincs Skála Kóp, és akkor Skála Kópé. Szíve mindig a vásárlókép. De van a lassú és a másik. Van a lassú reklám, amit ugye idéztünk, az még jó. Az a bemegyek, kijövök. De milyen jó, kijövök, ha bemegyek. Na a legjobb 22-ben, hogy húzó, belefért még ez is. Ó, ezt mondom. Ezt imádtam. Így van, Té Nagy Lajos is. Teles. Régen S-modell, most Sugarbird, ugye? És milyen muzsikálás van mindegyik alatt? Azt hiszem, hogy a Stúdió 11 nyomta föl, ugye a Magyar Rádió legendás zenekara volt, azt nagyon okosan feloszlatták az egészet. Itt még rendes zenészek bejöttek, és ez tessék, 20 másodperc reklámfilm zenét kell csinálni. És mindenki nyomta, mint az állat, és izgalmatlan muzsikálás van. Felzenéltek, igen. Na figyelj! Egy Hajdú Minimat szuperautomata mosógépben. Erősen szennyezett munkaruhák ugyanúgy kimoshatók, mint abroszok, konyharuhák, vászonholmi, farmeranyagok, színes ruhák, köpenyek,
hanut és műszálas ingek. 18 különböző program biztosítja. És ez a B-tót alatta. 18 programot hát tudod ajtó. Tényleg? Igen, na, most az egy az elindul, a kettő a megáll. Igen. Igen. És az egyiket a B-tót volt alatta, hogyha megfigyeltétek. A hang. A B-tót mondta? Igen, tényleg? Különféle finom gyapjuholmék. Jersey és sejem ruhák. Alsó fehér neműk. Zoklik és harisnyák. Sőt, ágy neműk. Takarolják. Nem volt több 16 éves. Kertetugálással vagy anélkül. De már akkor jó helyen volt. No, meg baby holmék. És pelenkák. Na, azt mondja, hogy jó hajdú mosógép, oké. Dohányzás elleni kampány, azt én... Tedd le a cigit, mert előtte mégsz, az öreg, zseniel. Csak előtte mégsz, ha égsz. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem, odébb a dohányod, a füstet, csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Motoros banda. Öreg, csak előtte mégsz, ha égsz. Nézd, de rosszabb jön. Állj le a cigivel, vagy állj tőlem, odébb. Ne, a dohányod, a füstben nincs csak elég. Nem félsz, hogy égsz. Miért tudod ezt ilyen jól? Hát semmi volt, ez tényleg jó. Ez... És valami motoros banda jön. Volt, motoros banda. Volt, motoros banda. Volt már abba, és kész. És kész. Hagyd már abba, és kész. Kicsit. Ja, Isten. Na figyelj, egy nagyon jó. Müszi. Müszi. Ja, Müszi. Hát igen, tök jó volt. Amit senki nem tudott nagyon sokáig, hogy mi az, nem, ami hogy mi a fene. A reklámot ugye... tudtad, hogy Müszi, de hogy igen. Mit reklámozott. Zseni volt. Igen. Ő ugye kijött a Balatonból, és azt mondta, hogy Müszi, leemelt a kalapját, és azt mondta, hogy azt mondta, Müszi, leszállt gépről, bejött egy ajtón, ő mindent csinál. És olyan volt a zene alatt, mint egy ilyen korai bonanza, hogyha megfigyeltek. Azt mondja, hogy MÁV reklám. Figyelem, a vonat azonnal indul. Szalad egy pár, és lekésik a vonatot. Lemaradtunk. Mert hiába mondtam, hogy váltsd meg előre a jegyeket. De ha elindul a vonat, megvan. Szívem majdnem megszakad. Vasúti menetjegyés hely egy elővétel, gondtalan utazás. Tehát ezt meg kellett vásárolni. Meg kellett vásárolni elővételben. Jaj, de jók voltak ezek. Még van egy OTP reklámunk. Ezért nincs meg a... Se baj, jövünk. Az mi volt? Se baj, jövünk. Igen, ha elroblak mindenféle ember. De tisztító. Ja, tényleg valami tisztító reklám volt se az. Se baj. Jövünk. Én meg tudod, mit keresem? A City Grillt. Emlékeztek a City Grill reklámra? Az ilyen forró kolbászok, hamburgerek. Lerőcsi nyomta, a Mekinek ugye létrehozták a magyar verzióját, ráadásul a Váci utcában, tehát a régi postában nyílt ugye az első Meki talán. Bent a Váci utcában, aztán a Nyugatinál, és hát megszületett. A tavernában. A City Grill. Ja. A tavernában. És ment is szerintem sokáig ezt szerette. Igen, olcsóbb volt, brutál jó hamburgereket csináltak. Igen, figyelj itt a City Grill reklám. Ha elindul. Atya, nem menj tovább, ha ennél maradsz, jó? Igen. És hát ugye kis dobozokban megjelentek a csirkefalatok. Igen. Fővárosi takarítóvállalat volt a Seba jövünk. Egy nő sikoltozik az ablakban, és két sárga ruhás takarító ember. Se baj, jövünk. Nem, ez nincs meg? De így, hogy mondod, megvan maga a dallam, de nincs meg. Hát még volt egy csomó. Látunk, oly piszkos az ablaküveg, hogy semmit se látunk. Se baj, jövünk. Se baj, jövünk! Na hát, kúszleti a házszalát! Se baj, nagyon jó! Kis eretró! Méreg, fogár, rovar, undok, méreg! Se baj, jövünk! Se baj, jövünk! Nálam az áll tőhelyen, piszkos lett a szőnyegen! Se baj, jövünk! Se baj, jövünk! Ha mond önnek a takarítás, erre keres valakit, takarosan takarít, most ön még meg is takarít. Takarosan takarót. Atya úristen. És ez mi volt, amikor rohangáltak a nyugdíjasok, és lecsúszott valaki a korláton? Az a sárvári termálkristály. Igen. Az, hogy fájt valami, akkor ez a kristályt beraktad a fürdővízbe, vagy, és akkor az segített rajta. Igen. És egy néni csúszott le egy korláton. Aztán meg föl. Sárvári termálkristály.
és csúszik le a kocka. Így van. Vágás, kaszkadőr. És azt hiszem, hogy vissza is megy. Azt igen, vissza megy. Az és a bácsi is lecsúszik. Bácsi, neki szaladt kalapban, kockás kis zakóban, és fölugrik a trollira. De egy olyan brutális oda, mint a Tom Cruise nem ugrik ki, hát ez a Mission Impossible 5-ben. Hát ezek jók voltak. Sas Tamás? Sas azért is. Sas Tamás volt azt hiszem a rendezője ezeknek, ugye? Sas, vagy István? Sas Tamás. Tamás. Sas Tamás. Tamás volt a rendezője, és egyszer elmondta, volt egy beszélgetés, hogy kérdezték, hogy hát miért ez, mert volt például egy olyan tejreklám, ahol emlékeztek, egy boci állt a képernyőn csíkos zokniban. Megvan? Igen. Mind a négy lábán a bocinak csíkos zokni volt. Ez nekem nincs meg. Nincs meg, és akkor ő mondta, hogy gyakorlatilag trükkjük nem volt, tehát nem volt még a technológia olyan Magyarországon, pénz nem volt rá, és azt mondták, hogy ezekkel kellett valamit csinálni, mert ott állt a tejipari vállalat, és mondta, hogy van egy tehenünk, vele kell reklámfilmet forgatni. És így fölraktak rá négy? Hát négy zoknit, és utána annyi trükköt tudtak csinálni, hogy egy lépést fölvettek a tehénet. Igen, meg vissza egyet. És oda-vissza lépett a tehén, és ment, hogy így állt. Ki az a Spielberg? Hát mi az Avatar, érted? És lépkedett ide-oda a tehén. Ide-oda a tehén, és ment valami dal, hogy így állt helyet. Őrület, hát szerettük ezeket. Na, ez volt a 22 legjobb reklámfilm, nem néztük meg mindegyiket a legjobbakat egyébként. Megmutattuk. 9:30 pontosan, 3-as ugrással jövünk. Ha valaki játszana velünk, szeretne ajándékcsomagot nyerni tőlünk, akkor jelentkezzen. Csajok is jó, hogy ne csak pasis napunk legyen újra. Úgyhogy lányok, jelentkezzetek ti is, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Amilyen hülye vagy én, úgy szeretlek, de nem is tudod, milyen csoda vagy. Amilyen hülye vagyok, bele szerettem az életben meg. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 6 perc múlva a Kowalski és a Vega, vagy Kowalski meg a Vega után itt. Nagyon jó kis szám. Jó, van még nekik, hogy 30, azokat is játszott. Így van. Azt mondja, hogy fűnyírás, mi a torlódás a négyesen Szolnok elkerülőn? Ezt Andi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami. Igen, van egyes villamos Népliget, Dírdurcsicsat, most nem jár a villamos. Sérültekről nincs info. Hú, reméljük, hogy nem történt komoly baleset minden esetre. Ha valóban nem jár, akkor írjátok meg, hogy melyik irányban nem jár, merre nem megy, mit láttok, mit tapasztaltok. Mert hogy Népliget, Dírdurcsicsat, de hogy merre? Mindkét irány, vagy csak az egyik, segítsetek. Jó, hogy azok, akik áldogálnak a megállóban, ne várjanak túl sokáig, vagy tudjanak más felé menni másmivel. M3-as 82-es kilométerénél készülnek trafizni, úgyhogy ott is vigyázzatok, ez Miskolc irányában van, valamint a 3-as főút Kistokai elágazás és a miskolci bevezető közötti részen távvezeték húzási munkát végzünk, és sebességkorlátozásra és esetleges sávelzárásra kell számítani. Üdv innen Máté. A Máté miért? Biztos? Nem, elküldte nekünk ő, aha, hogy ott végzik a munkát, ők csinálják, és hogy... Igen. Lehet, hogy lesz sebességkorlátozás, de az is lehet, hogy sávlezárás. Hát ez most dől el nyilván. Sopronban áll az elkerülő, Zsóka küldte nekünk, valamint egy idióta mászkál az M3-ason, a megnyitott leállósávon, Gödöllő után, Nyíregyháza felé, úgyhogy vigyázzatok. Roli üzente, valamint van egy trafink Visontán, a cross pályánál, ez pedig Tamás küldte. Ne száguldozzanak a crossosok, nem? Ne száguldozzanak. Hát figyeljenek oda. Tegnap telefonhívásokat kezdeményeztem, na, és segítsetek, hogy hogyan tudom megoldani a problémámat, mert festőt keresek. Ja, azt hittem, ha rossz, itt vagyok a szigeten, igen, nagyon sötét. Béka, merre vagy rohás, már nem vicces. Csak három téged, óra van, és nem találom. Csak téged hívnálak, ész hajnal kettők, úgyis fönn vagy, nem? Megpróbálnálak fel, ki, mit látsz magad körül, hol vagy? Jó, menj, merre indul? Ne aggódj. Megpróbálnálak ki, már a vízben vagy, ne, akkor gyere vissza. Na, tudnak közelében, nem megy belefulladsz. Ebben az állapotban nem jó. Nem, ez még délután volt. Igen? Ugyanis van egy gyerek szobánk, amit szeretnénk kifesteni. Én mondtam a Békának, hogy ki tudok kifesteni, de a franc akar 40 fokba ott Teddy Hengerrel egy kis alsógatyával. Igen, ugye? Igen. Fenne se tudja. Pedig neki létre se kell. Simán meg vagyok a plafonnal is minden, de mondom, meg ráadásul, hogy keressen valaki jó pénzt, de nem akartuk az egész lakást festeni, hanem csak egy, hát körülbelül nem tudom, 40 négyzetméter, mennyi? Az szép nagy szoba. Dehogy is. Az 20 négyzetméter. Hét évig gyakorában.
Igen, mi is egy darabig. Nem, mondjuk 16-20 négyzetméter, egy rendes jó, méret. Jó, 10-8, 3-1, persze, jó, mínusz van. Nem, 20. Kukatárolat akarsz. 40 az 40, hát kicsúszott, kicsúszott. Jó, hát ennyi van. Oké, na, 40 van az egyik, 40 a másik. 68 négyzetméter alatt. Fizetek is érte rendesen, na hát most ne szégyen. Egyébként az igaz. Megkeresen, hát most nem kell szégyen. Na mindegy, fölütöttem a szaknévsort az interneten keresztül, hogy hol lehet, vagy kit lehetne elérni, és nem hazudok nektek, 12 darab mesterrel beszéltem, akiből volt, aki nagyon korrekt volt, mondta, hogy ne haragudjon, de tehát el sem jutottunk oda, hogy mit kéne kifesteni. Volt olyan nagyon rendes, aki miután elmondtam, hogy egy szobáról van, szóval azt mondta, hogy szintén ne haragudjunk, de ő erre nem jön ki. A legjobb pedig fölhívtam a mestert, mondtam, hogy szeretnék festetni, mondta, uram, nagyon jó, bár nagyon sok munkánk van, de van egy szabad csapatunk. Hát a szabad csapat szól, már érezted, hogy itt több is lehet a dologban, mint festés, és hogy ő tudja küldeni, akár a napokban is meg tudják csinálni, és mikor mondtam, hogy egy gyerekszoba lenne, akkor kinyomta a telefon. Kinyomta, úgy, nem is köszönt semmi. Jézus Mária. Tehát, nem mondta azt, hogy ne haragudjon, ne nem vállaljuk, mert ezt nem éri meg nekünk. Semmit nem mondott, kinyomta a telefon. Pedig az elején a felvezetésből arra gondolhatál, hogy kommunikációból jeles az úriember, de aztán... Aztán az egy pillanat, ha pillanat alatt ezt szerte fogod. Én nem tudom, én annyira szorongani kezdek, amikor el kell kezdeni így telefonálni. Tehát kicsit tényleg mindig az ember azt érzi, hogy terhére van annak, akit fölhív. Tehát látsz egy hirdetést az interneten, szobafestés, mázolás, hűtőgép, szerelés, mosogatógép, szerelés, bármi, fölhívod, és a 30. másodperc után érzed azt, hogy zavarsz. Igen. Tehát, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy kicsit elkezd furdalni a lelkismeret, hogy nem akarod zavarni. Igen. Talán nem is akarsz annyira szereltetni, még talán festetni se, sőt, mi több inkább elnézést kérnél, és letennéd a telefon, mert baromira megzavartad abban, amit csinált. Elnézést, feltartom a problémát. Igen. Mi a, mondja. Mi a probléma? Hányszor futottam? Hát a föl, telefont, hogy fölsz. Igen. Elmondod, mi a probléma. Jó, érzed rajta, hogy nem tetszik neki, aztán érzed azt, hogy a következő neuralgikus pont a hol van. Én sosem tényleg mondom, hogy hol van, hanem azt mondom, hogy 10 percre a baksomó ponton. Jó, pontosabban mondom, Török Bálint környék. És érzed, hogy elvesztetted a csatát. Táblán elvesztetted kívül a csatát. De mondom, még a házhoz szállásig. Mint ha azt mondtad volna, hogy Máté szalak. Nem megyünk olyan messzire. Milyen messzire? Mondom, uram, higgy el. Én komolyan mondom, nem tudom, nem, ezért vagyok, nem tudom hol, mit tudom én, Miskolcon. Vagy nem jön neki. Nem jön neki, és kicsit sértve érzi magát az ember, hogy egyáltalán felmertett hívni. Neked milyen kifogások voltak, hogy ilyen kicsit nem vállalnak, ugye? Nem, mint szinte mindenki ezt mondta. Egyébként ez a távolságosban a legjobb. Az volt, hogy fölhívtam egy, azt hiszem talán 9. vagy 7. kerületi mestert, és akkor kérdezte, hogy hol van az egység, amit festeni kéne. Mondtam, hogy 13. kerület. Kicsi csönd. Hát az másik kerület. Hát, igen. Hoppá. Ha Los Angeles környékén élnénk, érted, ott egy órát autózol, még mindig Los Angelesben, majd megértem, hogy bizonyos részekre mondjuk nem megy el. De hát azért Budapesten ez azért nem annyira. Csak a 7. fest. Hát, aki illetve, te nem hívtad vissza, hogy hát csak szétkapcsolt, de nem próbáltam meg még egyszer? De megpróbáltam fölhívni, és nem vette föl. Majd kiket volna kapcsolom a izét. Mi a francnak? Hát most, aki hülye. Kiket volna biztos kapcsolni a hívás azonosítomat, mert én azzal hívtam, és valószínűleg látta a telefonszámot, ezért nem vette. Hogy bőrösödik a disperzit, ezt már meg... Már keverni kellett, mi? De hogy tényleg lehetne korrektül is csinálni a dolgot, hogy azt mondja, hogy ne haragudjon, urán. Nem, de ez volt a csúcs, ez a leteszem. Most azért nem jönnék egyébként, mert már ők a telefonban szeretnék felmérni, hogy megérje neki kijönni. Tehát ez olyan, amikor egy szobát akarsz parkettázni, nem találsz rá embert. Házakat csinálnak, lakásokat csinálnak, nekik 10 méterre kivonulni, felcsiszolni, lefesteni, megcsinálni, egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogy nem csinálják. Jó, nem csinálják akkor, meg. Oké, de akkor mi van? Tehát mi lesz a sorsa a lakásnak? Mi lesz a sorsa annak például, annak hát a lakásnak? Hát béka majd egyedül szigetel. Hát azt most kell mondani, 50 négyzetméter, és mire kijön addigra, azt mondta, hogy nem bírtad megállni, 30-at már megcsináltál. Úgyhogy csak ez a szoba van. Tehát valahogy én rájöttem, hogy valahogy fel kell kelteni az érdeklődésüket, hogy kijöjjenek. Vagy akkor a területet kell mondani, vagy úgy kell velük beszélni, vagy meg kell ígérni bármi. Tehát tedd magad szexivé, hogy egyáltalán eljuss el odáig, hogy elhangozon az a bűvös kérdés, hogy na jó, mi a cím. Ott már tudod, hogy megvagy. Tehát ott már azért úgy érezheted, hogy lehet, hogy lesz mosógépet, mosogatógépet, festést, na jó, mondja a címet, akkor már kezdek örülni. Tehát valahogy neked el kell adnod azt a szobát, hogy miért kellene neki kifesteni. Felhozom a festéket. Lesz ebéd is. Hideg sör. ígérve valamit, ígérve minden, teljesen minden. Oké, kicsalod a mestert, megnézi a szettet, de utána, ha azt mondja, rázárod az ajtót. Ja, hogy addig maga innen ki nem megy, amíg ha még nem lesz festékes, az a korongecset.
az a titka, hogy mindenre kell egy jó embert találni. Egy élet is kevés, hogy legyen egy jó mosógép, mosogatógép, festő, és azt többet nem szabad elengedni. Tehát azt le kell írni, el kell menteni, és mindenre kell egy jó ember. Nekem már így van tényleg. Tehát hogy hosszú évek alatt kialakult, hogy mindenre van egy jó ember, aki ez viszont perfekt jön, megcsinálja, kifizetem, csak jöjjön, de muszáj, mert egyszerűen egy szobára nem tudom, hogy mikor fogsz embert találni. Vegyél egy Teddy Hengert, kapj egy csákót, dobj a fejedre, ezt nem fest ki. Kantáros nacévi, megsziszentem a sörikét. Sziszentesz egy sörikét, bedobsz egy cigit a füled mögé, fogsz egy Teddy Hengert, és fütyülésre kifested. Valami sima egyszerű festés? Semmi, fehérre akarjuk kifesteni. Ennyi. Két sor fehér. Mondjuk az én számból ez a már csak presztízsből is áll neki, nem hiteles, mert ezt állnék meg. Hát én annyira utálok minden ilyet csinálni, nyár van, én inkább budiba is sötétben ülök, tehát nem vagyok hajlandóval. Én inkább világítok az iPhone-ommal, érted, nem lámpa funkcióba. Nem vagyok hajlandó, nem is tudom. Én is mondtam a békának, hogy szerintem ez kibírja még ezt a pár évet, amíg fölnőnek. Úgyis megint összekenik majd valamivel a gyerek. Tényleg, fölre a matricát ragasztanak, hanem meg rajzolgatnak. Hát most csak azért. Ha most föl lennének, akkor azt mondaná, hogy akkor fessétek egy gyerekeket, és akkor buli. Azt olyan lesz, ami ennek sikerül. Hát azt meséltem azt a sztorit, amikor én egy garázskapu szerelőt szerettem volna hívni. Igen. Egy órán keresztül vívtunk egymással. Megkért, hogy fotózzam le. Visszaküldte a fotót, hogy ez nem jó, mert nem látszik rajta a márka. Megkerestem a márkáját, és nem volt rajta. Becsatoltam neki e-mailben hasonló garázskapukat, mondta, hogy nem jó. Csináltam belülről. Megcsináltam kívülről, hogy nem látszik, hogy menjek be. Megcsináltam a garázsról belülről. Másfél órát leveleztünk, e-maileztünk, majd azt mondta, hogy ezt a típus nem szereli, nem ismeri, nem szereli. Folyt rólam a vízet. És egy órán keresztül. Vittem széket a garázsba, felálltam, mondta, hogy fotózzam le a motort. Mondom, minek volt, milyen motor? Hát mondom, mit tudom, fotózzam le, átküldtem, becsatoltam, fotóztam, ismeretlenül nem jön ki. Mondom, még mit tudod csinálni? Még neki tudnék állni, annyit tudnék csinálni. Miért van az embernek rohadt, amikor ezt hallgatja végig, vagy ezt csinálja végig, hogy nem akar a mester dolgozni? Nem akarod mester dolgozni, és kicsit tényleg meg van sértve, ha nem tudod, hogy most nem tudom, milyen motor van benne. Igen. Hát ha tudnám, hát nem. Most akkor elmennék a boltba, meg is venném. Milyen hűtő, azt meg tudom mondani. Meg hogy nagyjából mik a tünetei. Nyúljon be hátra, azt akassza le, mit csinál? Hát most akkor már lassan, ha átdobsz egy alkatrészt, meg is csinálom. Hány amperes? Azért hívtam magát. Azért hívtam magát, mert nekem fogalmam sincs. De nem is akarom tudni, nem is érdekel. Szeretném, hogy gyere ki, csináld meg, kifizetem, mondd meg mennyit. Mondd a kiszállási. Nem akarok vele tökölni. Van más, amihez az ember ért, vagy amit csinál. Mondd meg, mosogatógép, rosszul mosog. Mik a tünetek? Mit csinál? Mondd, ennyi idő alatt, hogy fél órája beszélgetünk. Hát már kijöhetett volna, hát semmiben nem kerül. Plusz házhoz szállítás 3000, tudod, azt hiszi, hogy most akkor lebeszél. Mondom, jó, akkor és elgondolkozik, hogy jaj, ez nem jött be, akkor más kell kitalálni. Csak a jövő hét. Jó, az se jó. Van sürgősségi plusz 3000-ért. Az is jó. Csak gyere ki, és légy szíves, csináld meg. És mindenki sír, hogy nincs munka, meg hogy nem tudom, és közben én a parkettát, egy szobát szerettem volna leparkettázni még régebben, hónapokat szívtam vele. Tehát egy szobás melóért nem tudsz keresni, de parkettát lerakni, azért, mert a kifestés még oké, lehet, hogy én is meg tudom csinálni éven, de a parketta lerakásra azért így nem mennék rá. Nem menj rá, nem menj rá. És ha egy szobát akarsz leparkettázni, akkor neked soha nem lesz egy szobád, amiben parketta van, mert nem jön ki senki. Nincs ember. Nincs, tényleg nem éri meg neki. És a legjobb, amikor elmondja neked a telefonba, hogy mit csináljál. Azt maga is meg tudja csinálni, megmondom, mi kell ott. Ja, és ez a legjobb, amikor lebeszél. És elmondja nekem, hogy mit csinálják. De mondom, ez egy villanyszerelési munka. Mondom, hát hogyha én ahhoz ott hozzányúlok, ott abban esetleg van egy probléma. Le, hogy is csak észnél kell lenni. Kapcsolj le a villanyórát, menj át, ha leblankolja a végét, ügyesen, ne sokat. Igen, foggal sokat vagy kéveset, réz vagy alumínium? Alumínium, ajjaj. Fáziszer az alatt? Igen, fáziszer az alatt, így van. Mielőtt visszakapcsolja. Igen, de nem árt a hűtőbe a jégokat oda készíteni előtt. Én adok neked embert, Feri, van emberem. Igen, tehát, de... hogyha nem találsz embert, akkor én segítek neked. Jó? Hát igazi úr vagy. De megérkeznék is... két kis csákóval, egy kis vödörrel. Mi rögnél? Itt vagyok, hol a szoba? Megjöttem. És Teddy Hengerrel a hónom alatt, fehér nadrágban, fekete bakacsban. Meg tudnád csinálni? Egy festést? Aha. Hát figyelj, ha tudom a higítási arányokat, azt nagyjából akkor elmondod. Nem. Figyelj, hát én kiskoromban segítettem apámnak tapétázni, ugye, hát mi is 55 négyzetméterre laktunk négyen, hát együtt tapétáztunk, tapétaragasztó, hogy húzott ki az asztalon, snitzerre levágod a tapétát, fölkened a ragasztót, föntről lefelé szépen egy körömkefével ugye sikáltam, én voltam a tapétasikálő, húztuk ugye, hogy ne legyen hólyagos. Lenájlonoznád a szobát előtte, vagy olyan profi vagy, hogy nem csöppen? Tessék, első kérdés. Hát figyelj, csöppen.
csöffen. Tehát nájlonozó. Na, egy pici nájlon. Mivel maszkolod ki az ablakkereteket és villanykapcsolókat? Én nem maszkolok fel, én hazudj. Jó, akkor inkább legyen. Jó, festeni akarsz, vagy maszkolgatni? Egy ne biztos kezű szakembernél nincs szükség arra, hogy maszkolj. Én nem maszkolgatok, mondd meg a szint, vedd meg a festéket, mondd meg az árnyalatot, viszem a terénget, feldobom neked egy nap alatt, hát maszkolgassunk itt, most minek alibizzük. Nagyjából meg tudnám csinálni, szerintem azért egy picit, tehát foltosabb lenne az átlásnál. Hát de az a szeretet. Az, hogy a bemenő sütne rá a nap egész évben arról a falról. Nem kér bele mintát, Rákóczi úr? Ennyi. Megszenvednék vele, de tisztességesen próbálnék. Mi ez, Balázs? Tört fehér. Most nagyon divatos. Most meg csontsárga. Igen, picit, de egyenletlen. Én is tudnék mondani egyébként nagyon jó festőket, csak nem akkor őket megszivat. egy szobára ki az, aki ilyen bajban leszel egyébként. Lehet, hogy neki fogok. Na jó, hármasugrás játszunk, itt van már is a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Hello. Nézem a nevedet. Magdi! Magdi, hello, igen. Magdi, honnan jött el? Hello, Halásztelekről telefonáltunk. Milyen jó kedvem. Telefonáltatok? Többen vagytok? Igen, kolléganőmmel. Hogy hívják? Niki. Magdi és Niki. És mit csináltok Halásztelken? Orhidea kertészetben dolgozunk. Csak orhideátok van? Csak orhideánk van. Akkor mehet, ha erre építitek fel az egész vállalkozást? Persze. Az jó, és így ketten vagytok a tulajdonosok, akik ott dolgoznak? Jaj, nem, mi az alkalmazottak vagyunk, vannak tulajdonosok. És mit csináltok, komoly zenét hallgattatok velük, locsoljátok őket és beszéltek hozzájuk, hogy mit kell csinálni az orhideákkal? Persze, mint a tehenekkel, hogy tejeljenek. Tehát mi, vágni, metszeni őket, locsolni? Hát öntözni kell őket, kell tápoldatot adni nekik, hát rengeteg munka van velük. Szabadtér vagy üvegház? Üvegház. Jézus Isten, és ott hány fok van ilyenkor? Hát a 35 fokot tartani kell. Tehát annál nagyobb nem lehet a hőmérséklet. Tehát akkor ti kijöttök a napra egy kicsit hűsölni? Igen, mi a 40 fokban megyünk hűsölni. Atya úristen! Hány fokos, mekkora páratartalom van? Hát a 80% körülinek meg kell lenni, 70-80%. Az már egy ilyen bioszauna jelleg, 40 fok, 80%-os páratartalom, az igen, nagyon jól kor. Érezzük magunkat, nem kell a szaunára fizetni. És mennyit vagytok bent ilyenkor? Hát rendesen a napi 8 óra. Aztán az igen. Meg lehet szokni, vagy az ember ezt hozzászokik, vagy csak bemész? Hozzászokik az ember. Aha. Persze. Eleinte nehéz, de aztán már hozzászokik a szervezet. És Niki most mit csinál éppen? Hidratál valamivel, mert hogy olyan csöndben van? Niki most telefonál. Telefonál? Tehát valakivel még telefonkapcsolatban van, aki hallgatja a műsort? Nem, a párjával tartják a kapcsolatot most. Ja, most egy kis magánéletet élnek. Főnök férfi? Tessék? A főnök férfi? Igen, férfi, és két férfi van, és egy hölgy. Na, minden nap fizes pólós szépségverseny. Az! Milyenek a kérdések, Kevin? Szerintem menni fog. Na nézzük, akkor mehetünk? Persze, mehetünk. Na, de szóljál nekinek, hogy tegye le a telefont, de hagyjon egyedül. Letette? Jó. Oké, mi a cserkészek elmondata? Így szól az első kérdés. Jézusom. Hát majdnem, mert hogy... Nem, ez nem a válaszot. Cserkészek elmondata? Így van, de akár Rokko jelmondata is lehetne. Pontosan így van. Úristen. Vagy Pierre Woodman jelmondata is. Mondja az összes nőgyógyász. Igen. Légy résen. Így van, légy résen. Részkészen. Mondta Rokko. Légy résen. Így van. Kinek ugrott be? Hogy jött ez? Nikinek ugrott be. Niki nagyon ügyes. Mondd meg neki, hogy ügyes. Nagyon ügyes vagy. Jó. Mehetünk tovább? Persze. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Ki szerezte a kazanyi vizes világbajnokság első magyar medencés úszóérmét? Hosszú Katinka? Sajnos nem. A Cselaci. A Cselaci. Bizony. Jól van. Hát sajnos ez van. Ez igen. Cselászló volt az első, sajnos. Magdi. Hát ez pech.
Igen, sajnálom, pedig megérdemeltétek volna tényleg, ha már ilyen kemény munkát végeztek. Főleg, hogy a Niki férjhez megyen sokára. Ó, most jön a férj, most jön a lelki. Hát legalább virágot nem kell venni, visztek. Nagyon szomorú lesz a férje, hanem komolyan nincs. Igen, boldog, meggondolja, hogy egyáltalán elvegye. Niki férjhez megy. Igen. Mióta vannak együtt? 15 éve. Nem kapkodtak. Azt nem. Hogyhogy ilyen sokáig nem jött össze? Jó, meg kellett gondolni, azt mondja Niki. Helyes. Most már azért megismerték egymást. 16 éve. Hat éven. Volt idejük. Istenem, az utolsó szeg. Bizonyám. Na hát akkor sok boldogságot nekik, jó? Jó. Köszi a játékot. Sziasztok. Hello. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva, a 9 óra jövünk Ákos híre jutem. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Meg ne fullalj. Nem tudom, mi van velem. Na, kuckuc. Biztos félre nyertél valamit, egy fél zsömlét. Nem, almát tettem, képzeld. Megakadt egy fél grill csirke tegnap. Ne. Almát? Most egy gyönyörű zöld almát vásároltam. Hogy józol? Nem, csak az kettőkor egy 40-dek a marha húst ettünk így a haverokkal fejenként, és lehet, hogy az még így... Hát persze, az még így bennünk. Az már vég, ha te almát eszel. Ott már vagy elfogyott a marha hús, vagy nincs. Nagyon baj, mi? Hamburger, vagy mi történt ott? Hát az már félúton jár. Az már reggeli, mi is arra gondoltunk. Kettőkor még beverettél egy ilyen kis marha burgert kint a szigeten? Nem burgereztünk, van egy zsen, nem csinálok nekik reklámot, de amerikai technológiát hoztak, gyakorlatilag egy gőzmozdony áll a szigeten, ami egy ilyen füstölőgép, a barbecue, 12 órán keresztül füstölik a húsokat, hát belehalsz. Nagyon jó káposztasalátával, hogy ugye, de azt csak úgy ízlésesen mellé tettük, hogy mégis lássák, hogy a vitamin bevitel is megvan ebben a dologban, és az így levezetésképpen. Én valahogy nyugodtabban tudok aludni. Ugye? Na, nincs az a forgolódás, hogy éhes vagy. Én egy ilyet megennék veled éjjel kettőkor, ott bannáznánk a szigeten, és én ott állnék melletted, hogy ha papa, ezt meg kellene, edd meg nyugodtan, ne, semmi baj, én 40-nekes brutál, nem tudom, barbecue. Szerintem 3 napig. Ettől nősz nagyra kicsim, egyél csak. Isten, ha 3-kor hazamész és vidáman alszol? Simán. Semmi? Jézus Isten. Harmadnap is Freddy Krügerről álmodnék, és víres verítékben mesztelenül magzatpózba ébrednék az erkélyed, nagyon sírva, hogy nagyon rosszat vannak a paleósok, a picsértistek, meg a rákócisták. Rákócistáknak az életvitel az a legizgalmasabb. Azért, mert ugye az előtte bevitt fröccs mennyiség, viszont a sav termelést egy kicsit. Ja, igen. Hát tudományos alapokon történik mindez. Nem az íze miatt tettem tegnap se. Szeljetek már, nem érted, hülyeséget nem csinálsz. Persze, megvan, ki van találva, és akkor kényelmesebben alszol. Meg egyébként tök igazad van, tehát, hogy éhes vagy, eszel. Miért nem esznek az emberek este? Mert alszanak. Hát, miközben alszanak, nem tudnak enni. Jó, de én nem aludtam még. Tehát ettél. Én csak egy napot voltam kint, láttad ezeket a lányokat, akik tölcsérrel pisilnek? Ez megy, mert egészen felháborító módon árulják ezeket. Márhogy kipróbálta-e? Voltál-e már a második nap után olyan illuminált állapotban, hogy tölcsérrel pisiltél, mert hogy 5 darabot lehet kapni, ugye minden, nem is mondom a márkát, 800 forint, tehát nem olcsó, 5 ilyen kis papírdarab, és ugye ez arról szól, hogy oda teszed te, ha leányzó vagy, akkor a tölcsért oda teszed ugye a csúnyádhoz. Aha. Hát vagy a barátod, hogyha te támaszkodsz két kézzel, nem olyan alapot. Vagy a pasid oda teszi, és a tölcsér az ugye arról szól, hogy hát szépen irányíthatóvá válik, ugye a távozó kis dolog, és oda tudsz állni pasi vécékhez, ugye ilyen piszuárokhoz tulajdonképpen, nem kell bemenni, ráülni. Hát nagyon megy. Láttál csajokat így tölcsérrel pipiskedni? Hát nézd, nem álltam oda senki mellé a női szakaszban. Én most megmondom őszintén, hogy nem is találtam meg ezeket a pisilő szigeteket. Én évekkel ezelőtt találkoztam vele. Ez egy kör alakú kis szettet. Igen, körbe jártok, dumáltok.
2 méter átmérőjű, és harmadolva van, tehát mindenkinek egy harmad jut, és közben így szépen beszélgetsz, és át is nézhetsz a másikra. Na most, ha oda egy csaj egy ilyen tölcsérrel beállna mellé, nem tudom, mit csinálnék. Furcsa, mert ha ő átnéz, én viszont nem tölcsérrel csinálom. Igen, ezt már régen egyébként beletették egy női újságokba ajándékként, 2 bizsú fülbevaló, meg egy pisilő tölcsér. Tehát voltak lapok, akik erre élezték ki a reklámkampányt. Az operabálos mellékletbe rakták be. Ingyen pisilő tölcsér valamelyik női magazinban. De csak kíváncsi lettem volna, hogy láttál-e csajokat, meg hogy ez miért kell, hogy ez arra van, hogy ne ülj rá. Igen, abban a szempontból, tehát most azért valljuk meg, amikor kint van 90 ezer ember, akárhogy takarítanak, ott biztos, hogy azért a higiénés állapotok, hát hogy is mondjam, némi követelnek maguk után valót. Olyan szuvenét senki nem akar haszavélni. Igen, de, tehát nem akarsz ráülni. De nem ülsz rá. Tehát ez azért hülyeség, mert egyébként se ülsz rá, tehát ha te nő vagy és bemész attól, mert hogy te nő vagy, attól nem kell ráülni. Tehát ki az, aki egy fesztiválon nő létére egyébként ráül? Hát nem, oda de ez olyan már, mint a mágnes áthúz. Akkor erre van benne. Tehát oda googolsz fölé, de valószínűleg nem ülsz rá. Hát azért van tölcsér, nincs tölcsér. Hát aha, egy normálisabb nő szerintem van, figyel annyira a higiéniára, hogy nem ül rá a budira. Tehát az ki tudja, ki ült rajta. Mikor takarítottak fölé, pipiskedsz, ugye rákuporodsz, de nem ülsz rá. Aha. Tehát, na hát ezt akarja. Ez a... Hogy még csak ne is kelljen így erőlködnöd. Azt aha, betolod, nem tudom. Furi lehet lányként. Meg itt nem akarok itt az átmérővel vitatkozni a kifolyó nyíláson, de szerintem, ha nagyon nagy a baj, és nagyon kell pipírni, igen, akkor ez egy másodperc alatt megtenik. Hát akkor kettőből csinálsz. És akkor itt is jön alul. Tényleg, hát egy ilyen félre rosszul levágott papírcsákót kell elképzelni, itt van a kezünkben, ami ugye arról szól, az egy pisilő tölcsér. Aha. Ugye, és hát ez a kis rosszul levágott papírcsákót, ezt odailleszted, és van egy ilyen vízálló réteg. Ez hülye. Nem, Laci, ez működik enélkül is. Megnézzük. Laci behozott egy szemetes kukát, meg fél liter ásványvizet. Tehát, hogy ez arról szól, hogy te ezt irányítod, és akkor megy, mint egy ilyen kis vízsugár? Igen, ugye? Igen. Hát, mint hogyha kuki lenne a nuni helyett. Uh-huh. Tehát ez egy műkuki, ami pisilésre való. És ez csak így odailleszted, mint egy így, ilyen kis... Igen, van a hosszabb része, igen, ez tolod be a lábad közé, ha te lány vagy. Aha, ez betolod, és ide elkezdesz ide pisilni, és akkor az ott ez itt lehet. Igen, lehet, a tölcsér. És később pedig vehetsz bele egy fél adag sajtkrumplit. Nem fordít. Igen, ha elfogy a akkor kérd vele 2 lombot farli a fagyibe. Igen. Na de... Mennyi ez? Ez nem 900 forint. Ne csinálj, de 5 darab van benne. Tehát 181 pisilés, mert ugye ezt nyilván kidobod. Igen. Hát 180 forint egy. Na de várjál, ez miről szól? Tehát ez arról szól, hogy nekem ne kelljen a női WC előtt sorban állnom, nem? Nem arról szól ez a dolog, hogy én a buxusban? Nem. Hát most nézzük meg. Ugye ez arról szól, hogy legyen egy tölcséred. Vagyis te oda tudjál állni a piszuárhoz, mert ha kivárod a sort a női vécére, akkor már mindegy, igen, hogy tölcsér vagy nem tölcsér, mert nem ülsz rá, tehát ugyanannyi társorba tölcsére is, csak nem ülsz rá, de tölcsér nélkül nem fogsz ülsz rá. Ez azt a célt szolgálja, hogy a pasi vécékhez, ahol ugye kevesebb a sorbálás, te nőként oda tudjál állni. Nem, én, hát dehogy nem, hát ez a lényeg, hát ha már kivárod a sort a női vécébe, akkor mindegy, hogy ráülsz, vagy tölcsérezel, mert úgyse ülsz rá. Tehát annak nincs értelme. Ez arról szól, hogy nőként beállhatsz a pasikhoz. Az én fordításom, mert nem szólhat másról. Mi értelme van beállnom a női WC-be, bárnom fél órát, majd tölcsére pisilnem? Hát, hogy ne kelljen ráülni. De nem ülök rá egyébként se. De az nehezebb tartani de magad. De hogy is, hát a rutinos csajok azt megoldják. Jézusom. Ez arról szól, hogy te csajként oda tudjál állni a piszuárhoz. Uh-huh. Képzel el, hogy két oldalt állnak a srác, hogy nézd majd itt, Roni. Hát ez igen, most mutatja Laci a képet. Igen, tehát hogy te a tölcséredet megfogod, és oda pipiskedsz a piszuárhoz. Anna, gyere be egy picit, légy. Tehát nem az elég, hogy ne tudjál ráülni. Nem, hát nem ülsz rá. Hogy ne kelljen ráülnöd. Hát persze, de egyébként sem ülsz rá. Uh-huh. Hát ki az a nő, aki ráül? Most például, miben vagy most? Ruhába, csak föl kell húznom. Nem tudok pisilni, de én ezt kipróbáltam már, a teszt a lelke robot. Igen, valami hasonló még arra, hogy kakíjjál rajta keresztül. 3 évvel ezelőtt ezt már kipróbáltam. Igen, csak most úgy ilyen fesztiválozó fejjel gondolkodom. Igen. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen kis ruhácska van rajtad, mert most vagy, az tök jó, mert az értelemszerűen azt csak aláteszed. Könnyebb, ugye, ezzel lehet ugye szemből pisilni. Tehát most, hogyha egy nő ugye nem ül rá a vécére, akkor is oldalról kell fölhúzni, két oldalról ugye a szoknyát. Igen. Most akkor elég szemből fölhúzni, hogyha ez a tölcsér van.
gondolom ez a célja, más nem lehet. Na jó, de a nők ugye kisebbek. Na most a piszoár egy adott magasságban van. Tehát ha egy alacsony nő oda megy a tölcsérrel, akkor neki visszafolyik. Fölfelé kell. Ha nem fog menni. Tehát ott pipiskedik mondjuk egy 40-es piszoárnál, vagy nem tudom milyen magasan van mondjuk a piszoár, odáll egy 1,60-as nő, hát neki azért ugye nem olyan magasságban van a piszoár, mint mondjuk egy 1,80-as, 1,85-ös palinak. Fogja a kis tölcsért, de hát lejjebb van a tölcsér, mint a piszoár. Hát ez az. Tehát megkéri a barátnőjét, hogy akkor emelje föl, és akkor ott a tölcsérrel szórakozik. Te teljesen, lába hátadra állni. Vagy kell venni kis dobogót, mint a gyerekeknek, és akkor arra föláll. Föláll a csaj a tölcsérrel, és úgy próbál bele pipiskedni a piszoár. Most mi van, a farmer van rajtad? Akkor mi van? Akkor csak elő kell lehúzni a slicet, de és nem akkor tudod, nem tudod. Hát hogy csinálod? Hát ezt le kell tolni a nadrágodat. Hát hogy? Hát meg ha te elől a slicet idáig lehúzod, hát itt van, a tölcsért. És betolod ide a lukba, akkor visszafolyik az egész. Hát fölfelé áll. Tehát ahhoz le kell tolnod a farmer nadrágodat. Mennyit tud a Feri a női nemi szervről? Hát édesem, hát majd mesélek. Hogy egy nő egy piszoárban áll letolt farmerral, miközben jönnek a palik, és egy tölcsérrel próbál belepisilni a piszoárba, letolt farmerral, még van egy bugyi is. Plusz a bugyival is kell csinálni valamit. Mert igen, az úgy kell betolnod, hogy az alsó része az lefelé mutasson. Abszolút értem, amit mondasz. Egyébként csak annak nem hord bugyit, és ez nem is meg se fordult a fejét. Nem, hanem igen, azt nézem, hogy ez ugye papír, abszolút, látom, igen, ez papír, tehát ez még ráadásul gyűrődik is, mert amit én kipróbáltam, az műanyag volt, az egy merev műanyag volt, na, hát azzal az lehetne úgy pisilni, mert az egy kicsit ilyen rúdszerű volt, de ezzel nem, mert ebben igazad van, ez meggyűrődik. Hát meg a nők azért nem tudnak úgy, tehát a nő azért vonul el, mert a nőnek az egy szeánsz, nem? Tehát a nő nem pisil úgy, hogy nézik. A palik azért már úgy szocializálódtak, hogy beáll mellé, de kicsit dumáltok, vagy szembe álltok ebben a kis forgóba. Fekete gertyák. Hát a nőnek elmenni, az ebben barátnőt visz magával, dumálnak, igen, közben megigazítják a sminket, fogja az egyik az ajtót, hogy ne törjön rá, a harmadik ismeretlen pisil, váltják egymást, igen, másik fogja az ajtót. De jól tudod. A lelkem mélyen az közén, azért. Közéngyere. De mi tényleg így van? Hányszor fogta Viki az ajtót? Fogd az ajtót, még nem jó a töltse, nem jó a töltse. De nem így van, nem tudsz, a nők nem tudnak más ember előtt pisilni. Hát nektek az egy kicsit, ez egy intimebb dolog. Hát abszolút, hát teljesen igazad. Ezzel nem tudom, mit lehet egyébként tényleg kezdeni. Tehát, hogy ez úgy viccesen néz ki. Tehát értem én a higiéniát, meg amit elmondtatok, de... Hát teljes ellenmondás, ha már a sort kivárod, akkor nem ülsz rá, nem férfibe rá. Ezzel nem mész. Tehát, hogy ez... És mi van, ha ez a bokornál való pisilést segíti elő? Most mondjuk vonatkoztassunk el a szigettől, kirándulni vagytok anyával, és te ugye, amikor fönt vagy a hegye, odaállsz egy bokorhoz, és anya szembe beáll veled egy tölcsére. Ő meg a másik oldalon tölcsére. És azt mondja, ez az én területem, megjelöltem, menj arrébb. Nem kell letolni a nadrágot, a bugyit, legugolni oda valahova, csak ő is. Hello, csapassuk. Kardozunk? Hát nem tudom. Kicsi. Ennek így kicsi, Isten, kicsi. Nagyon. Kicsi az esély. Hát akkor egy nő elvonul, nem? Igen. Hát de meg hát ugyan, tehát nem tudom. Egy igen, a koszos vécét miatt ezért tud szemből pisilni, állati jó, tényleg. Miért jártok kettesével a budira egyébként? Miért? Beszélgetünk. Tényleg? Igen, beszélgetünk. De nem tudtok előtte beszélgetni, vagy utána? Tehát még ott is? Ott is beszélgetünk, egyébként ez lassítja be az egész folyamatot. Tehát én ilyen értelemben egy kicsit, hogy mondjam, pasisabb vagyok, ha lehet ilyet mondani. Én szeretek beszélgetni, kézmosás közben egyebek, de hát így a WC-n át, tehát WC ajtón át beszélgetni, azt nem. Ez nagyon belassítja. Nézd meg, hogy a női WC-nél milyen hosszú sor van, a férfi WC-hez képest. Miért? Mert nem jön ki a WC-ből, mert dumál. Mert dumál, a WC ajtón át beszélgetnek. Közben előpattan a kis táska, akkor még ez az, amit... Bepuderezed az órodat. Olyan lassú, tényleg. Kimaszkolják az ülőkét. Igen. Tehát, hogy ez, dumálnak. Hogy beszélgettek közben. Igen. Igen, mert fizikailag nem sokkal hosszabb, mint egyébként egy pasinak. Jó, nadrág leföld. Hát vetkőzés öltözéssel, nem? Nem hosszabb azért az. Hát most régóta miért? Ilyen szaggatott voltál nőgyógyásznál, vele? Csípi. Persze, akkor cuki kis bugyid van, akkor mondjuk kimész, meg ott igazgatod magad. Jaj, de jó, aha, most vettem, tényleg? A nagy leértékelések vannak, komolyan? Fú, szerinted van az én méretem, egy cukin néz ki. Uh-huh. Átolsz egy betétet? Ezek... Uh-huh. Jaj, ezt nem annyira szeretem, nincs más. Akkor
neked is van rutinod a női vécében. Vagy sokat hallgatózol, vagy te is jársz, mert azért ilyen dialogokat nem tudok magamtól. Azt gondolom, hogy azért ott is van egy kis rutin. Na mindegy, jó, hát ez egy érdekes, 825 darabot, hát nem tudom. Már jobb, amit én kipróbáltam. Nem tűnik egy átütő ötlet. Mert az volt egy tok, mint egy szemüvegtok olyan, és akkor kicsit elöblíted a csap alatt, mondjuk, jó, hogy azért mégis, na, higiéniát, hát, és beteszed azért a paktokba. Na jó, nem, akkor viszed többször magaddal, használatos, persze. Miért igen. Te használod, miért nem marad abba semmi, elöblíted, visszarakod a tokba, kéz. Jó, ez is azért. Ez meg az alatt is megmondta, hogy írják, hogy a legegyszerűbb, hogy tölcsért csinálok a kezemből. És kiálltok vidáman. Nem akarunk férfit játszani, hanem marad a klasszik verzió. Szerintem az a legegyszerűbb. Jó biznisz lehet ez is. Nem? Kigyártja a gerenda, olyan kó. Használjátok egészséget, fiúk. Nem lepődnék meg, ha a gyártó között megtalálnál, igen, hogy kigyártja ezt is. Na mindegy. Jó van, oké. Egy aranyos kis hírrel zárjuk a ma reggelt, mert találtunk egy érdekes kis cikket, és talán vannak hasonló helyzetben hallgatóink, akik jártak már. Így 2 órán át volt Erkélye fogságában egy nyugdíjas asszony. Ugyanis Pécsett történt a dolog, unokái viccből rázárták az ajtót vasárnap, és hát később rájöttek, ugye, hogy rosszat csináltak, de nem tudtak kinyitni a teraszajtót, amin speciális kilincs volt, így pedig, hát a nagyi ugye főzött, nem tudott visszamenni, a tűzhelyen pedig forrt a víz, 2 négyzetméteres erkély egy parkra nézett, senki nem közlekedett arra, és a nagyi nem tudott kinek kiabálni, miközben egyébként a 2 éves gyerekek bent voltak a forró víz mellett, és 2 óra után tudott a nagyi visszamenni be a lakásba, mert hogy kiabált a nagyi, kiabált egy ideig, és aztán hát észrevette a szomszéd, kihívta a tűzoltókat, a tűzoltók pedig létre segítségével felmentek az erkélyre, majd egy feszítővassal betörtek a nagyi lakásába, és hát kiderült, hogy ez eset során nem történt baj. De 2 éves gyerek hogy zárja be? Hát 2 éves gyerek nem éri fel az erkélyajtót. De föléri. Nagyon ügyesen föléri. Hát ez hol van? Magasabban van, nem? Nem, nincs magasabban, 2 éve. Azért tudom ennyire jól, mert én másfél órát álltam kint egy szállinkben télen. Ezt 1000 éve elmeséltem. Volt az, igen, én kimentem, a gyerek aludt. Kimentem, és ebben a pillanatban ő fölébredt, de nagyon helyesen, ő nem kiabált, nem volt semmi. Fölkelt, és ő meglátta, hogy apa kint van a teraszon, és gondolom, hogy jönni akart ki. A terasz, legalábbis a mi ajtónk úgy működik, hogyha viszintesen van a kilincs, akkor nyílik, csukódik. Ha lent van, akkor záródik, és ha teljesen fölnyomod, akkor van a akkor bukó a rész. Tehát a gyerek kicsit így le volt fittyenve a kilincs, a gyerek odament pipiskedve, éppen elérte, és a kis keze ráakadt a kilincs, és azzal a pillanatban be is zárt. És volt ilyen, amikor visszafordultál, de már érezted, hogy nem érsz oda, csak kiabáltad, hogy ne, vagy csak szívtad a cigarettát, elnéztél, merengtél, és hallottad, ahogy kattan az ár kint az erkélyen. Pontosan, és hátrafordulsz, ott állt gyönyörűen mosolyogva a gyerek. Mosolyogott. És mondtam, nyilván nincs semmi baj, elkezdtem neki magyarázni, hogy föl. Igen, ha elkezdesz kiabálni, megijed. Hát ugye? Tehát, hogy finoman kell. Én is ott voltam. Magyaráztál neki egy fölfelé? Mondtam, hogy gyere kicsim, közelebb a kis kezed, de nyom föl, így vízszintes lesz nyilván. Nem értetted, hogy nyomja föl. Akkor behúzta a függönyt, és elment a szobába járni. Nem, ott állt. És azt mondta, hogy fagyjál meg, apa, fagyjál meg. Ott állt és mosolygott. Jön be ez a rohadt függ. Haj, legközebb, leszoksz a dohányzat. Utálom, hogy dohányzat, úgyhogy fagyjál meg itt az erkélyen. És akkor a 20. perc után kezded elveszteni a türelmedet, és ott én elkezdtem már üvölteni, hogy gyere ide, nem érted, a kilincsen. És egyedül volt, tehát nem is volt otthon senki? Nem. A béka elment otthonról, mi voltunk otthon 2. És ekkor követed el a hibát, mert a gyerek szerencsétlen nem tett semmiről, és megijedt. És elkezdett elmenni onnan, és akkor tudod, kapcsoltam, kicsim, apa szeret téged, gyere vissza! Gyere, Panna, nem úgy gondoltam, de hát megkapsz, bármit megkapsz, mutass rá, megveszem neked, és 2 órát álltál kint az erkélyen. Másfél óra volt, amikor visszajött, végre sikerült visszacsábítanom ott aranyosan, és akkor sikerült neki elmagyarázni, és fölnyomta viszintesbe a kilincset. Föl, nem, ne! Jaj, megint! Ne, úgy eszedbe jut, hogy egyedül van bent, a 2 éves gyerek, itt ráadásul ennél a sztorinál, amit te meséltél, a nagymamánál forrt a leves. Itt melegebb, igen. Jó, mondjuk nagyon nem haltál volna éhen, mert ha te éjszakára ragadsz kint, azért is ott 4 kolbász, 3 szalonna lóg, tehát azért neked ez inkább egy ilyen kellemes... Ugye a 10 ujját lenyalj, és alvezel, és bevisz annyi szénhidrát. Nem, hát ott van a friss. A tegnapi hát, csülökös. Vicc, ez télen ott tartott kint a friss. Ja, kint van? Hát persze. Tehát kis szalonna zsírral bekenegetted volna magad, és túléled. Hajnalig el vagy. És ez a legdurább január, vagy december? Az nem, már februárban volt.
Azért, amikor az egy óra után elkezdtél egy ütemű fölket támasztani, és a szomszéd kinézett, nézd a Ferit. Nézd, milyen látod, elkes. Hogy kint tornázik az erkélyed, te meg ott vagy kizárva, és iszonyatosan tornázol. Sír az a sirilla. És körbet elfáltam, amíg én nézzétek a Rákóczit. Milyen lelkes, januárban, februárban kint tornázik az erkélyed. Micsoda stramfickó. Micsoda. Rozmár klub. Ennyi. Nézd, és nem is fázik. És mindezt egy pólóban meg egy alsógatyában. Nézd, hát mennyire stramférfi. És másfél óra után jöttek a béka? Nem, akkor a panyesz fölnyomta a kilincset, viszintesre, ja, és akkor bementem, átöleltem, és megcsókolgattam, de köszönöm, drágám. Nagyon kemény, köszönöm. Nagyon kemény. Egyszer szegény anyámat zárt, aki a nővérvelek a kisfia, az ő unokája, ami kiment megnézni, hogy mit hozott a postás. Ment vissza az ajtóhoz, ajtó be volt zárva, december, anyám egy szál pongyolába, kis axi bent állt, egy ideig próbálta neki elmondani, hogy hogy kell használni a kulcsot, nem nagyon sikerült neki használni a kulcsot, de utána axi megoldott egy nagyon ügyes mozdulattal, fejjel betörte a katedrál üveget. Így akartak kinyitva, neki esett? Így. Nem, neki esett, hanem ő is megunta egy picit a dolgot, és így vezette le az ilyettséget, hogy a mama az üveg másik oldaláról beszél neki. Pif, ráfejelt egyet a katedrál üvegre, betört az ajtónak az ablaka, és akkor anyám benyújtotta, és már minden rendben volt. Kérdezik, volt még cigit, Feri? Szerencsére, igen. Vitte, úgy nyertél ki? Tedd egy dobozzal. Legyen nálam, ha baj van. Az jó. Hello, Júli, jó reggelt. Sziasztok, nekem a gyerekeim zárták egyszer magukra a kocsit, az autót. Beszaladtam ősszel, nem de nyáron. Hogy? Kivetted a sluszkulcsot, de bent hagytam? Nem, bent hagytam, szólt nekik a zene, beszaladtam egy liter tejért, de ez annyi, hogy tényleg leemelem a polcról, kifizettem, és mire visszaértem, a két gyerek lenyomt, csak az utas oldali ajtó volt kinyitva, mert a többit bezártam, és lenyomták a gombot. És ott álltak bent, és én mondtam nekik, hogy húzd föl, mert nem tudom így kinyitni az ajtót. De arról meg lecsúszott a kis kezet, tehát nem tudta fölhúzni. Úgyhogy el kellett neki magyarázni, hogy hol találja azt a gombot, ami a központi zárat kinyitja. Hát, mekkorák voltak? Kicsik voltak? Kicsik lehetek még, nem? Az 3 éves volt, a Lidia az 2. De mire megtalálta azt a gombot a műszerfalon. És akkor egyre inkább bepánikol, mert hogy én nem tudok bemenni, ő nem tud kijönni. Egy darabig vicces, még körberöhög, még szórakozik, integetek neki én is, hogy húzd fel a gombot. Rájön, hogy nem tudja felhúzni a gombot, akkor megijed. Akkor nyisd ki a gombot, nyomd meg a gombot, hol találja, végignyomkod mindent, forgatja a sluszkulcsot, nem találja, szerencsétlen kezd megijedni. Igen, és ugye minél ingerültebb vagy, gondolom a gyerek is annál jobban megijed, nem? Tehát te se tudtál elkezdeni egy idő után kiabálni. Vagy ahogy Feri mondta, hogy ő se tud, mert a gyerek megijed, elmegy, sírva fakad, és nem jutsz be. Na, én inkább nevettem, vagy legalábbis úgy próbáltam ezt oldani, ezt a szituációt, hogy mosolyogtam, meg vicceskedtem, hogy mi kedem az a gomb? Na, hát most már bekapcsolod az ablaktörlőt, szuper, na, nagyon jó, na, akkor most kapcsolt ki, és menj tovább. Még egyel odébb, keresd, és akkor tudod, a Lidi is belekucul, és akkor ő is nyomkod, és akkor összezavarodnak, tehát káosz volt. De azért nem egy jó érzés, amikor ott állsz, és itt tulajdonképpen egy üvegajtó választ el a gyereket, de nem nagyon tudsz mit csinálni. Hányszor zártam én is így be a saját sluszkulcsomat, úristen. Vagy nem gyerekkel, de hogy ez ugye akkor nincs, aki kinyissa, de szörnyű. Csak egy vérnyomásmérővel jönnek és fújják föl, amiről már beszéltünk, és akkor húzzák ki. De ha ott van a gyerek, akkor azért az egyszerűbb, csak nem biztos, hogy meg tudod vele értetni, hogy nyissa ki. Igen, azt írja nekünk egy hallgató, hogy a 10. emeleten zárt ki a gyereken, a homlokzaton másztam át a szomszéd ablakba, és valahogy úgy próbáltam visszajutni. Ezt Fecó küldte nekünk. Hát igen, a 10-en ott nem nagyon tudsz azért ugrálni, igen. Velünk is megcsinálta egyszer az öcsém, 2,5 éves volt, mi a fürdő ablakon másztunk be. Csak fél órát álltunk kint a szabadban. Édesek a picik. Az, ekkor ez nem teszed be, ez az, de édes. Gyerek. Igen. Gyerekem egy háztartási helységbe zárt be, ablak max 40x40, kiabáltam az ablakon, a szomszéd meg röhögött. Végül mások szabadítottak ki. Azért nem, amikor a szomszéd hallott, hogy jöjjön, és nem akar kiszabadítani, csak röhög. És kimegy mozizni. Szokrágyajtan. Menni fogad. Kint maradtunk, szomszéd. Majd csak így van, nem baj. Jó, itt a friss levegőn. Vagy nem segíteni nagyon nem tud, mert betöri az nem ajtót. Nem, az égvilágos. Mondjuk azért a pécsi esetnél azért azt el kell mondani, hogy itt mondjuk a tűzhelyen forrt a víz, tehát hogy azért ez egy veszélyes szitu volt. Tehát ott a nagymama nem volt könnyű helyzetben, szegény, mert nem csak azért aggódhatott, hogy ő ki van zárva, hanem nem hogy a gyerekek bemenjenek a konyhába. Igen. 3 éves volt, a kislányom mamával kopogtatták az erkély ablakot, mert madarak szálltak oda,
Én a konyhában főztem, egyszer fél óra múlva csöngetnek, hogy mama az erkélyen kiabál, hogy kizárta a gyerek télen. Mínuszokban történt. Ez a gyerek is korrekt nem szólt anyunak, hogy figyelj, a mami hol van. Igen. Az ablak lehúzás könnyebb lett volna elmagyarázni. Ezt Zoli küldte nekünk Júli történetére. Hát, ha nincs rá vagyújtás, akkor nem jön le. Igen, ha kulcsot kiveszel. Ja, de várj, de az volt a sztoria, hogy rajta volt egy újtás, mert rádiót hallgattak, vagy zenét hallgattak. Há, igen. Hát meg nekik lehet, hogy még tekerős. Kurbul is. Igen. Gyermekem kizárta a tesóját az erkére, kisfiam kreatív volt, az erkélyen talált káposztával bedobta az ajtót. Na! Tök jó. Életre való a gyerek. A zseppénze bánta. Igen. Két éves iker srácaim zárták ki a babysittert a kertbe a házból. A babysitter hívott a melóhelyen, hogy mit kell ebben az esetben csinálni. Végül beengedték. De két éves gyerek már felfogja azt, hogy direkt zárjuk ki a babysitter. Á, nem. Jaj, de jó poén. Direkt. Nem, hát azért a két évesen még azért ahhoz pici, nem? Maximum átnyom valamit, vagy véletlen szórakozik, azért abban olyan nagyon komoly tudatosság nincsen. Mikor kicsi voltam, én a 80 édes dédanyámat zártam be nyáron a 40 fokba a kerti pottyantós budiba. Cirka 4 óra hosszát volt bent. Ezt Gábor küldte nekünk. A gyerekem két évesen zárta ki a lakásból a férjemet a 12 ponton záródó biztonsági ajtón a kilincs alatti biztonsági relével. Hiába magyarázta neki a férjem, hogy mit kell csinálni, csak állt és sírt az ajtó mögött. Nem maradt más, berúgta az ajtót, ami mögött ott állt a gyerek. Túlélték, de baromi ijesztő. Aha. És ugye a gyerek be is pánikol, hogy úristen, hol van apa? Nincs, csak hallom a hangját, de most már kiabál is, tehát rosszat csináltam. Mondjuk a 12 pontos záradó biztonsági ajtó, ami berúgható, abból még egyet ne rendeljetek. De ez csak nem zárta be, csak van egy ilyen elektromos pöcök. Hát a biztonsági relé. De ott egy megy be, nem? Hát olyankor? Ott egy. Hát, ha. Aha. Igen. Mesztelenül ragadtam kint az erkélyen. Nem volt senki más otthon, csak a barátnőm anyja. Egy kicsit ciki volt. Hogy ragadsz ki az erkélyen? Miért mész ki mesztelenül? Miért mész ki, és hogy ragadsz ki? Tehát mi magadra zárod, akkor be tudsz menni. Hogy ragadsz ki? Önzáródó erkély ajtó? Becsapódik utána? Tehát nincs ilyen. Nekem számtalanszor nem volt kulcsom a családi házhoz, mindig a szomszédtól kértem el a létrát, és másztam be a saját lakásomba az emeleti ablakon. Ezt Bence küldte nekünk. Köszönjük szépen. A helyes történetek ezek, igen. De itt is happy end lett végül, tényleg Nagy visszament, és nem lett baja senkinek, hál' Isten. Jól van. Igen, nem csak ez, nem. Az én lányom másfél évesen magára zárta a panellakás WC ajtaját kulccsal. Így kellett felfeszíteni az ajtót. Gyereknél az az első belső kulcsokat kivenni, kiveszed. Ahogy tud járni. Igen. Bezárja magát azonnal. Fél tíz múlt pontosan 5 perccel, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk egy pici szünet után, a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, én most nagy veszélyt vállalok magamra. De elmondom a vesztosot. Jó? Ja. Jó. Jó. Fejből nyomod? Vagy olvasod? Mert ha nem, olvasd de. Na nézzük, mivel foglalkoztunk ma reggel. Meddig bírják háztartási gépeink? Erről volt szó. Mert hogy a franciák szeretnék bevezetni, egyébként nem egy rossz kezdeményezés, hogy csalásnak minősüljön, és börtön, illetve komoly pénzbüntetés járjon azért, ha kiderül egy gyártóról, hogy a műszaki cikkei azért romlanak el idő előtt, mert szándékosan katalizálják az elavulását. Arról beszélgetünk, hogy van-e ennek igazságtartalma, lehet-e az tényleg, hogy hát ezeket a gépeket már nem 10-15 évre tervezik, kinek milyen tapasztalatai vannak háztartási gépekkel kapcsolatban. És szóba jött egy dokumentumfilm is, amit feltettünk a Facebookra, érdemes megnézni, ami arról szól ugye, hogy hát miért és hogyan gyártják ezeket a termékeket, hogy azok minél előbb tönkre menjenek. Így van, egy régi rendes wolframszálas izzó a 100 évig is bírja, az új energiatakarékosból pedig János minden két évente vesz egy rakatot. Így van, de nem meglepő módon ezt a dokumentumfilmet egyetlen műszaki cikkeket gyártó világcég sem szponzorálta meg. Hát azt nem, de érdekes minden esetre erről beszélni. Valamint egy internetes portál összeszedte a 22 legmenőbb magyar retro reklámot, és hát ha retroról van szó, akkor nem tudunk emellett elmenni, úgyhogy egy kicsit ne hallgassunk bele. Megnézegettük, meghallgattuk ezeket a reklámokat, és hát kicsit visszaidéztük a régi
kor szellemét, hogy milyen reklámok készültek akkor, és mit akartak reklámozni. Érdekes, hogy reklámozták a tejet, a hurkát, ugye nyilván ezek nagy állami cégek gyártották, ugye, tehát nem volt 6000 féle tejmárka, mint most, de mégis, hogy nem konkrétan egy terméket, hanem, vagy egy márkát, hanem csak egy terméket, magát, a hurkát igen. például, vagy a tejet reklámozták. Kiadták nem? valószínűleg az ukázt, hogy na most a húsipart, most a tejipart, most van. A malomipart támogassuk. És ezeket reklámozták. Úgyhogy belehallgattunk a 22 legjobb retro magyar reklámba, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan. 10 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát ezek voltak a legjobb pillanatok. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Micsoda reklámok voltak ezek. Jók voltak. Ugye? Akkor már volt ilyen hatástanulmány, amit ma általában azért elvégeznek egy-egy ilyen reklámkampány után, hogy ettől jobban fogyott a hurka vagy a pécsi kesztyű annak idején? Mi vittük a hurkát reklám nélkül is. Ettük. Nem volt bizony, baj. Mi meg a márkát. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy reklámozták a tejet, nem? És ebben az az érdekes, hogy nagyon más nem is tudtál venni, tehát hogyha nem márkát veszel, akkor mi volt még azon kívül, amikor bementél a boltba, a 70-es években, vagy a 80-as években? Igaz. Volt ezért? Volt. Volt egy-kettő, igen. De hát ezek voltak a legklasszikusabbak. Extra barack, de szerettem. Hú, extra barack üdítő. Az megvan? Nem. Senki? A Traubi az megvan, meg a márka. Ez nem tudom, mi volt. Extra barack? Extra, ez volt a márka, hogy extra. Ilyen csavart üvegben volt, és volt egy nagyon csúnya zöld színű, ugye? Igen. Extra, ilyen csavart üveg volt ez zöld színű, az zöld alma volt vélhetőleg, de amit mi gyanáztunk. Gondolom, mennyi zöld alma volt. Semennyi, hát csak a színezék. Az a sárga barack ízű volt. Szénsavas, nagyon rossz így. Utólag, de akkor imádtuk. De ott szoktál rá a barack ízű italokra. Nem az már előtt. A csavart üveges barack az ott ragad be. Adj egy csavart barackot gyorsan. És a nagy lefőztük. Nagy Jolly Joker, Róna Kóla. Ú, tényleg. Amivel odavágunk az. A kapitalisták meg te. Halló? Halló Balázs, ciao. Hello, Jani, Feri, Csabi, hello. Szia! Írtál nekünk SMS-t, hello. Sziasztok. Nagyon örülök, hogy hallak benneteket. Mi is nagyon örülünk, nem írtad alá, hogy hívnak. Norbu vagyok. Norbu? Norbó. Norbó. Hello Norbó, írtál nekünk SMS-t, és hát te vagy a naphallgatója, csak nem számítottál ránk, hogy elfelejtetted, hogy írtál. Ugye beszélgettünk itt a termékekről, meg az elavulásról, a tervezett elavulásról, és azt írtad, a feleségem 30 éve tökéletesen működik, a szeretőimet 2 évente cserélnem kell. Ez volt az SMS-et. Még könnyű. Nem olvastátok be, és azért nem gondoltam rá, hogy fölhívtok. Na látod, ilyen váratlanul is meg tudunk mi érkezni. Akkor ezért nem mondtad, hogy Morning Show. Ezért, de nem baj, mert nagyon örülök nektek, és már van Morning Show-s bőröm, úgyhogy abból iszom a reggeli kávémat. Nagyon, nagyon örülünk neki. Jó van, hát ennek ellenére te vagy a naphallgatója, csak akkor hát újabb ajándékcsomag nincs, de ahogy hallom, nem is akkora baj van már. Jó van. Nem, szeretlek benneteket, úgyhogy ez a legfontosabb. Köszi, hogy vannak a szeretők? Barátnőm van csak, se feleségem, se szeretőm. Helyes, jól van. Köszi, hogy írtál nekünk, vigyázz magadra. Kellemes napot nektek, sziasztok. Hello. Szia. Hello. Szia. Hello. Bal idői hátra, hagyd, hogy nosztalgiázzanak az öregek, ez pár. Ő élvezte a legjobban. Így van. Azért neki sok márka mondott valamit. Ez jó volt, igen. Csabikám, remek zenék lesznek? Most azt a fiatalembert hozom nektek, akinek a buliára tulajdonképpen jó néhány klassz hallgatót elviszünk, ugye a Klassz Nyár 2015 sorozatban. De ez tovább dübörög, ugye? Dübörög. Jó, lesz majd Violetta játék, arra majd várni kell. Most ezen a héten kicsit így visszatekintünk a nyár nagy buliaira. Meg hát ugye most vannak azok a koncertek, amire már korábban megszerezték a lehetőséget, meg a belépőt a hallgatók. Pénteken például, ahogy Balázs szokta mondani, Avancsival együtt. Egy jó Avancsi! Ó, de jó! Szólíthatunk, és tőle hozom a Waiting for Love. Egy jó kis Avancsi. Meghallgatjuk, jól van. 555-55-00, Csabi telefonszáma, ha szeretnétek tőle dalt kérni. Kérjetek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szia! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.